Na, hát sziasztok srácok, és üdvözlök Hello, mindenkit. világ! Ne szólj már közben. Szóval, és üdvözlök mindenkit az Ancient Animal Hungary csatornán, és ez a Ragadozó Podcast második része, elvileg. Gyakorlatban nem biztos, de ez majd kiderül a továbbiakban. Ismét itt van velem Brumi. És akkor, Brumi, elmondanád, hogy ebben a részben mit fogunk kibeszélni? Vagy csak ilyen alapinformációkat mondom, mert Ebben a azért nem mindfény veséljük ki annyira a gyakorlatok dolgot. Ne, mondjad. lényeket fogjuk kibeszélni. Nagyon Melyikeket? sokat róluk. Ja, igen, a kutyafélékről. Eleinte gondolkodtunk, hogy kutyafélék vagy macskafélék, de úgy döntöttünk, hogy inkább kutyafélék, abban kevesebb van. A macskafélékből majd szerintem a következő adás lesz. Mert azért a kettőt összerakni az most hosszú, és hát ez is hát minimum másfél óra lesz szerintem. Szerintem körülbelül annyi, hogyha a medvés podcastből kiindulunk, akkor körülbelül ez is ilyen hosszú lesz, még csak több van. Na. És akkor kezdjük, szerintem. Mert vannak a kutyafélék között, ugye, vannak ilyenek, hogy vannak ugye a kutyák meg a rókák, mi a kutyákkal kezdjük. És azon belül is a Canis nemzetséggel, avagy a ilyen farkasokkal. És szerintem, hát az első az legyen a szürke farkas, mert az egyik leghíresebb ilyen vadkutya vagy mi igazából. Na, Rumi, mi a véleményed most itt kinézet alapján a szürke farkasról? Nézet alapján szép szürke. Köszönjük. Meg szerintem úgy jól néz ki a feje, de így ennyi. Amúgy szerintem is szép valamilyen szinten. Nekem nem a kedvencem, de vannak szépek. Ugye most szerintem itt az alfajokba azért nem fogunk annyira belemenni, mert a szürke farkasnak rengeteg van. Néhányba talán belenézünk, de most alapjáton a szürke farkasról, mint kutyafaj. Igazából a szürke farkas Észak-Amerikában és Eurázsiában, meg talán még ott Eurázsiában él. És igazából talán hát ha jól tudom, a ma élő legnagyobb kutya. De most ezt csak így mondom. Meg a nőstény igazából 12-55 kg közötti, a hím pedig 15-86 kg közötti, szóval itt is megmutatkozik a nemi dimorfizmus, szóval a hímek nagyobbak, vagy igazából meg kicsit másabban. Hát mondjuk a nemi dimorfizmus nem azt jelenti, szóval kicsit hülyeséget mondtam. Na mindegy. Szóval, hogy itt is a hímek nagyobbak, robosztusabbak az eddigiekből. És a hosszúk igazából egy ilyen 1 méter és 1,6 méter között van. Na. Brumi. Szerintem még azt nem figyeltem most annyira, hogy elmondtam-e, de így a Na. szaglásuk, hogy mennyire jó az így Ja, kiemelkedően. hát igen, a kutyáknak jó a szaglása, amúgy ez így érdekes, hogy ők amúgy jól tudnak szagolni. Ha jól tudom, a macskaféléknek pont az van, hogy jó a vagy jó a hallása, jó a látása, de nem a legjobb szaglók. Ők tekik ugye a bajszuk, vagy nem tudom, mondjuk azzal így, azzal tájékozónak valamilyen szinten, de tudnak valamilyen szinten szagolni, csak nem olyan jó nekik. De ez most csak így mondom, nem biztos, hogy így van. Ha jól emlékszem, valamikor hallottam ilyesmit, aztán most azért mondom. De azért a disznók még mindig jobban szagolnak. Disznók még mindig jobbak. Na mindegy. Mondjuk ez fajtól függ, ott is. Még ebben most nem menjünk bele szerintem. Az majd az Instagram lesz Ha szerintem. lesz olyan, ha lesz olyan. Na. Igen, bármi Hát, még? meg még ugye ezek az állatok, ugye ragadozók, ami érthető, mivel ragadozó podcast, de szóval így falkában vadásznak, hogyha valaki nem tudta volna igazából, de falkában vadásznak, ami amúgy, hát az emlősök között ugye valamilyen szinten gyakori, a kutyafélék szinte mindegyik, ez jó, nem az összes, de a többség ugye falkában vadászik, mint a farkasok. Még a sakálok nem, ha jól tudom. Azok max párban.
De a farkasok így például bölényekre, vapitékre, vagy gyímszarvasokra, meg egyéb állatokra tudnak, meg vaddisznókra, meg ilyenekre tudnak vadászni. Európában ugye gyímszarvas, meg vaddisznó, meg talán, hogyha már engedtek ki a vadonba ilyen tauruszokat, vagy ilyen túkokat, akkor lehet azokra is vadászni. Meg Magyarországon is már szerencsére van egy pár farkas, bejöttek, mert itt, ami van, az katasztrófa, mennyi növényevő nagy vad van, és nem is vadásztak annyit, ha emberek nem is korlátozzák a dolgokat, kellenek a nagy ragadozók, mert Magyarországon nem igazán vannak, szerencsére jönnek. Igazából, Brumi, még valamit a farkas? Nem, úgy nagyjából mondtuk minden szerint. Azért még nézzünk meg egy párat a alfajok közül, mint például a közönséges farkas, vagy igazából európai farkas. Avagy a szürke farkas, ugye, hát európai szürke farkas, a Európában élő alfaja. Igazából ez is van, ha jól tudom, Magyarországon. Igazából az átlag testhosszuk 1 méter és 60 cm között van, szóval körülbelül, hát így megfelelt az előzőnek. Na igen. Mit akartál mondani? Csak annyit, hogy ez mindenhol van a világon itt. Hát azért Európán belül. Meg már szerencs. Én örülök annak, hogy a farkasok bejöttek Magyarországra, mert az emberek kiirtották őket, most meg vissza jönnek. Ez tökre jó, hogy már jön egy. Hogyha találkoznék egy farkassal a erdőben, esetleg, akkor nem biztos, hogy annyira örülnék neki, de nincsen bennem ilyen kiirtási szándék, hogy megöljem az összeset. Kinek van? Hát Szegény azért állat. vannak, akik nem látják jó szemmel azt, hogy a bizé szürke farkas visszatért Magyarországra. De Hallottam most már gondolj ilyenekről. bele, így emi, ami megölje az állatokat, akkor mi lesz? Meg hogy ilyen bizé, ilyen házi állat tetemeket szoktak rájuk kenni, hogy ők vadásztak, meg hogy vadásznak a farkasok, vadásznak. Hallottam ilyet, hogy az volt a baja az embernek, vagy valakiknek, hogy igazából vadásztak szarvasra. Hát ez egy teljesen természetes viselkedés, hogy vadászik, mert akkor éhen halna. Ez az első osztás biológia óra. Na mindegy. Még rájuk akarták kenni, hogy a házi állataikat ők öltik, miközben DNS vizsgálatok kiderítették, hogy kóborkutyák. Na mindegy. Szerintem az alfajok közül még megnézhetünk egy-kettőt. Szerinted, Brumi? Szerintem így is elég hosszú lesz, de akkor igen, Jó. nézhetünk. Van egy olyan, hogy igazából tundrai farkas, vagy tundra farkas, ugye az szokták úgy is hívni, ha jól tudom, hogy fehér farka, ugye nem? Az egy másik, ha jól tudom. Na mindegy. Ez a farkas Eurázsia északi részén él, ez az alfaj. És a hát egyik legnagyobb igazából vagy farkas alfaj közé tartozik. Itt a hímek ilyen átlag hossza az 137 cm és 160 között van, vagy a körül, súlyuk pedig 60 kg. Hát ha belegondolunk a szürke farkasnak az előző mint faj megnéztük, hát akkor viszonylag nagy. Akkor ez ilyen nagyobb méret. Rumi, ja, és kinézet alapján, az előbb nem mondtam, de neked hogyan tetszett az előző, most csak úgy, az a európai. Farkas az szerintem azért nem egy olyan, mint ez a tundra farkas, szerintem Ja. ez jó néz ki, Ez sok. olyan, mint egy föl, most mond, ott van a barna medve, meg a jeges medve. Vagy úgy mondta a grizzly és a jeges medve. Hogy ez is ilyen fehéres, szürkés, habár ez inkább szürkés fehér. Az meg inkább fehér. Na mindegy. Szerintem szép. Szerintem az jobban illik így a farkashoz, érted? Tehát, hogy így a Ja. farkas szóhoz, amire gondol egy ember. Ja. Lehet igazából. Én ha meghallom a farkasztót, én arra a szürke jel nyavajára gondolok.
Szóval mindegy. Meg igazából ezek az állatok ugye olyan állat, vagy olyanokra vadásznak ott fönt északon, ami ugye ilyen, hát én szarvasokra, prizmatúrkokra. Egy szóval Ja, patásokra. a patásokra, igen. Meg jávor szarvasra is. Szóval, hát ilyenekre vadásznak igazából. És szerintem nagyjából ennyi erről az állatról. Most igazából még van sokféle, de nem is tudom, srácok. Szerintem még megnézzük a... Szerintem még nézzük meg a... Van egy a sarki farkast, és aztán ennyi a alfajok közül, mert most nem megyünk bele ezekbe. Na, Brumi, szerinted milyen? Hát ez a farkas inkább ilyen fura, szerintem. Így Nem tudom, hogy vagy, választottam. nem tudom, hogy vagy, de nekem jobban tetszik, mint a... Mint a izé, eurázsiai, az a Eurázsiában élő izé, sarki farkas. Az jobban, ez nekem kicsit jobban tetszik. Ilyen, kicsit ilyen vajszínű. Vagy a kép, amit látunk róla, az ilyen vajszínű. Na. Hát ja, tehát hogy nekem ez kevésbé tetszik, mint az előző, de ja, Na, nem talán nekem ez. meg pont, hogy ez jön be jobb. Ez is látszik, hogy másabbak vagyunk valamilyen szinten szerintem. Ja. Igazából a testhosszuk ilyen 90-150 cm között van. A kilogrammjuk, vagy kilogrammjuk, a testsúlyuk, szó, az meg ilyen 50-80 kg. Szóval ez is ilyen, hát ez a, inkább az előzőkhez képest kicsit kisebb, hogyha belegondolunk így. És igazából főleg nagyobb állatokat szoktak támadni, és ott Kanada északi részén élnek. Elég északon, az ilyen kisebb, nem kisebb nagy szigeteken ott fölül. Ahol elég zord klíma uralkodik, például az emberek hát alig élnek ott, hogyha élnek ott egyáltalán. Szóval azért brutális éghajlaton élnek ezek. Hát olyan, mint egy jeges medve, csak ezek nem hajzén ha van, hanem szigeteken. Na mindegy. Akkor, Blumi? Hogy így nem a legnagyobb állatok, most azért mondjuk ezt, és milyen nagy állatokra vadásznak így? Amúgy igen, de ők falkában vadásznak, és pont ezért. Ha nem falkában vadásznának, akkor úgy olyanokat ennének, mint mondjuk a sakálok, talán az panyókás sakál, vagy mi. Mert azok ugye vagy egyedül, vagy úgymond párban vadásznak, ha jól tudom. Vagy ők nem szoktam látni, hogy ők azért így csapatban így több tizen oda mennek egy, rávetemednek egy zebrára, vagy valamire. Melyik országban is érsz, hogyha látsz sakálokat ilyen gyakran? Jól van. Úgy mondom, hogy dokumentumfilmekben. Vagy valamiben. Nem igazán szoktam látni, hogy a sakálok úgymond a falkában vadásznak, max párban. Vagy hím és nőstény, így szerintem. Na, szerintem végeztünk ezekkel. Most azért erről lehetett volna még többet beszélni, de szerintem a farkas most szürke farkas, meg a európai szürke farkasok, meg ilyenekről most beszéltünk, aztán jó van. Hát, kicsit sokat is talán. Azért nem olyan sok, azért kell beszélni. Kell beszélni. Na, a következő akkor szerintem a aranysakál. Aranysakál. Szépen. Igazából ez az állat Magyarországon is megtalálható. Európában és Ázsiában is amúgy él, igazából itt Dél-Ázsiában, esetleg kicsit Dél-Kelet-Ázsiában, nem a szigetvilágokon, hanem arrafelé, így Indiában, meg
Európa, hát Európa ilyen keleti részén, észak-keleti részén. Arrafelé meg még így Közép-Európa felé is élnekelek. Jaj. Meg ugye, Erre most... amióta eltüntették a szürke farkast régebben, amikor eltüntették, itt a Duna meg a körülről, akkor ezek ide feljöttek valamilyen szinten, arrafelé, ha jól tudom. És igazából így átvették valamilyen szinten a helyüket, mert most is sikeresebbek voltak, de szerencsére visszatértek a farkasok, abban szerintem ez az állatfaj szép. Alapvetően szerintem a külsője ilyen, hát ez a ilyen szürkés arany színű valamilyen szinten, szerintem nagyon szép. Jobban tetszik, mint a szürke farkas nekem. Rumi, te hogyan vagy ezzel? Nekem is jobban tetszik, mint a szürke farkas, de igazából szerintem csak azért, mert kevésbé népszerű. Ja, ez is benne lehet, hogy valamelyik állat túl van hype-olva. Ja. Tényleg. Én nekem van olyan dolgom, hogy én inkább én ilyen furcsaságokat valamikor jobban szeretem. Amik nem annyira felkapottak. Habár attól függetlenül szeretem a szürke farkast, vagy valamilyen állatot, hogyha még ki népszerű. De igazából én főként amilyen állatokat szeretek valamilyen szinten, azok talán pont az, hogy nem annyira híresek. Talán. Igazából. Megjelenés ügyileg ilyen 65 1 méter hosszú igazából, 1 méter testtömege igazából 7 és 15 kg között van. És ugye a hímek azok 15%-kal nagyobbak és nehezebbek, vagy igazából robosztusabbak, mint a nőstények. Magasságuk ilyen 45-50 cm. A farka pedig 25-30. Szóval amúgy, hát ilyen nüzén, hát akkora, mint az a, hát jó, nem, inkább kicsit kisebb, mint az a sarki, vagy mi volt az? Nem teszem, szóval. Nem az a szűr, nem az a sarki, hanem a másik, az a, ami Kanadában él. Ja, akkor a sarki farkas. Na mindegy. De igazából táplálkozás ügyileg ezekkel valamilyen szinten nyulakat, ilyen kisebb emlősöket fogyasztanak inkább. Megdöglött állatokat is természetesen, mivel igazából minden állat fogyaszt dögöt, mert ha megölöd az állatot, akkor az már dögben megdöglött. Van Szóval, benne logika. de alapvetően igazából, hogyha van egy dögű az állat, amit nem kell levadászni, szerintem minden állat, minden ragadozó életmódot folytató állat rávetemetlen. Mert ingyen kaja. Mondj, várjál, hogyha ezt így nézzük, akkor minden ragadozó az dögevő, Igen. de kivéve az, ami még élve eszi meg az áldozatát. Szóval akkor tegyük fel mondjuk a hangyás sűn, mert ő ugye a nyelvével így beszippantja a hangyákat, és nem tudom most, hogy feltétlenül egyből öli meg, vagy valami ilyesmi, de az lehet, hogy ő valódi ragadozó. Egy valódi ragadozó, csak ő kloákása vagy tojásrakó emlős, szóval még ebben a rendben sincsen benne. Furcsa, ő más. Hát ugye a tojásrakó emlősök egyik utolsó képviselője a kacsacsőrű mellett. Na. És Magyarországon amúgy a aranysak eléggé elterjedt. Hát ugye a farkasok hiánya miatt. A bár szerencsére már jönnek így, ezt mondtam az előbb is szerint, mondtam, hogy remélem, hogy egyre több farkas lesz, mert kellenek a ragadozók Magyarországra. Ha már az emberek nem vadásznak, akkor vadásznak az állatok. És igazából Magyarországon viszonylag elterjedt, csak az ilyen északi területeken nem él. És akkor szerintem beszéltünk valamilyen szinten a aranysokáról. Ja. Na. Romi, melyik legyen a következő? Hogyha már itt vagyunk, mert eddig én mondtam kb. Most ugye az arany soká volt. Igen, az a
Milyen farkas valami legyen? Na, szerintem ez a Lupulella, ez így furcsa név. De az a következő nemzetség lesz. Még a Ja, Canis nemzetségben vagyunk. mindegy, Jó, az is. mindegy, mindegy, mindegy. Mert most így Jó, van, gondolj most kicsit bele. belekeveredtél szerintem, mert ugye ott meg a panyókás, meg a másik az a nem tudom milyen sakál van. Na. Igen. Ja, Tehát, hogy ebben amúgy... azért mondtam ezt, mert így, Tudom. hát már elég sokat beszéltünk arról a nemzetségről, és tudom. Ja. Igazából akkor a Canis nemzetségen belül folytatjuk a dolgokat, vagy nem tudom, hogy ilyen kéne normálisan kimondani, mert most csak feltételezem, hogy így. És... Feltételezem, hogy így kell kimondani. A válasz valamit. Nem tudom. Talán Préri Na, farkasai. préri farkas. Az amúgy még népszerű. Szerintem az a második legnépszerűbb a farkasok között így. A szürke farkas után. De azt ére szép. Á, szép. Na, valami véleményszerűség. Gyönyörű bundája van. Hát, ja, ennyi. Ja. Meg amúgy nem tudom, hogy úgy vele, de most amit itt látunk, szerintem egy nagyon-nagyon picit. Habár ez csomó kutyára elmondható, vad kutyára. Hogy elmondható a... Szóval egy kicsit hasonlít a rókára szerintem. A vörös rókára gondolok most. De igazából... Ez szinte minden kutya fél élőre lehet mondani, szóval nem mondtam újdonságot. Az amúgy tetszik, hogy így a bundája is valamilyen szinten valahol így sötétebb, valahol ilyen vöröses, valahol meg ilyen vajszínű. Szerintem ez Ez nagyon szép. egyedi. Ja, ilyen egyedi. És igazából ez az állat Észak-Amerikában, így vagy az Amerikai Egyesült Államok, Kanadában, meg Új-Mexikóban, vagy Mexikóban igazából él. A prériken és sivatagokban is előfordul, szóval nem csak prériken, hanem sivatagban, szóval például van ott lent az a sivatag, mert ugye Észak-Amerikában van egy ilyen sivatag, aminek most nem tudom milyen neve, tudom. Szóval, arra felem. Igazából a többi farkastól valamilyen szinten csak méretben különbözik, mivel a hossza azért a szürke farkashoz képest. Ja, meg eszembe jutott a Sonora sivatag, Sonora. Sonora sivatag eszembe jutott. Abban él, szerintem abban is él, ha bár több sivatagban, de eszembe jutott, ott a kaliforniai félsziget körül, ha jól emlékszem, a Sonora sivatag, ott Új-Mexikóban. Vagy észre, nem, mindegy. Ebben most nem megyünk bele, szóval akkor 70-97 cm hosszú, magassága igazából 45-53 cm, és tömege 8 és 22 kg között van. És amúgy ezt mondtam, de igazából a hosszúkás, kicsit hosszúkás pofája miatt hasonlít a rókákra. Igazából ezt mondtam én is valamilyen szinten. Életmódügyileg meg ilyen rágcsálók, madarak, halak, békák, rákok, nyulak, juhok, kanadai vagy juhok, meg ilyeneket fogyaszt igazából. Meg amúgy nem tudom, talán ezek a farkasok falkában vadásznak, most így ez nem rémlik annyira, hogy ők ilyen nagyon nagy falkákba vadásznának. Meg amúgy is, én ritkán szoktam látni mondjuk ilyen dokumentumfilmekben ezt a fajt. Én egyszer se láttam még, Én már láttam vagy szerintem. nem láttam olyan sokat. Mondjuk az én kicsit több dokumentumfilmet nézek szerintem ilyenekről. Nem tudom, És te akkor... naponta nézel egyet. De egyet biztos. Hogyha van időm, természetesen. Aha. Na, szóval, igazából szerintem nem a vadásznak olyan nagy falkában, mint a szürke farkas. Na mindegy. Valamilyen véleményszerűség még a szürke farkasról, vagy nem szürke, hanem prédi farkasról. Hát nem tudom, hogy bármi más még el lehet mondani.
Hát a szaporodásukra ki tudnánk térni, de én most arra nem akarok. Úgyis srácok. A szaporodásukra nem fogunk kitérni, ugye. Hát ezek ilyen almok szülnek. Több kölyköt szülnek, aztán azokat felnevelik. Csak most mi inkább a kinézetéről, vadászatáról, meg méretéről beszélünk most ebben az ilyen ragadozó podcastben. Szaporodásra is ki lehetne térni, de arra most nem. Szerintem a következő az a afrikai farkas legyen. Mert van olyan is. Szerintem. Ezt, és akkor jól mondtam az a podcast elején, hogy Afrikában is élnek kutyafő, vagy ilyen farkasok. Vagy, ja nem, nem az a Cárnis nemzetség. Mert a szürke farkasok nem élnek, jó, bocs. Akkor mégis valamilyen szinten hülyeséget mondtam, de mindegy. És mondd neked, mi a véleményed erről? Olyan másabb, mint a többi szerintem, mert ugye a többi farkasnál, vagy nem tudom, úgy vettem észre az előzőknél, hogy ugye az ilyen északabbikon élők, ugye ők ilyen fehérek alkalmazkodva a környezethez, hogy milyen szín kell, ilyen rejtőszín, igazából mindegyik ilyen rejtőszín van. Például a szürke farkasnál soknál ilyen szürkés barnás, ez viszont inkább ilyen barna, vöröses, enyhén szürkés a fellő, vagy valami ilyesmi, szóval szerintem szép. Ilyen egyedibb, mint a többi. Habár ezt mindegyikre Hát el én. lehet mondani. De Na? szerintem az is azért ilyen, hogy tudod, beleolvadjon kicsit a környezetébe. Ja, hát igen, szinte mindegyik ilyen rejtőszín, ha azt nézzük. És igazából Nyugat és Észak-Afrikában, valamint Közép és Kelet-Afrikában, de igazából azoknak északi területein él. Legdélebbi állományait igazából Tanzániában találták, ahol a leggyakoribbak, vagy nem leggyakoribbak, hanem legdélebbi. És ilyen én inkább ilyen Afrikának a tetején él. Most, hogyha megnézzük. Afrika, ilyen észak, észak-kelet, meg ilyenek. Ott is fölül. Arrafele él. Igazából megjelenés ügyileg magassága, vagy olyan marmagasság igazából 40 cm, tömege 7 és 15 kg között van. És körülbelül igazából pofája és fülei megnyúltak, így szóval. Hát hasonl, hát emiatt kicsit lehet, hogy hasonlít a szürke, vagy szürke, de a préri farkasra. Annak is megnyúlt a feje picit. Azt se tudjuk, melyik milyen volt. Ja. Meg amúgy a mitokondriális DNS vizsgálatok szerint ugye nem az aranysak, vagy szóval nem az aranysakállal, hanem inkább a szürke farkassal és a préri farkassal áll közelebbi rokonságban. Gondolom régebben úgy hitték, hogy a aranysakállal közelebb áll, mivel az amúgy közelebb is van, mondjuk. Igazából. Na mindegy. Rumi, valamit tudsz mondani még a... vagy mondasz valamit a afrikai farkasról? Mert most kb. Csak én beszélek, te meg elmondod a véleményt. Kicsit elnyomlak lehet. Annyit tudok mondani, hogy volt pár alfaja kész. Ja, amúgy igen, volt több, de azokra nem fogunk kitérni. Most egyet mondok, a egyiptomi farkas. Van egy egyiptomi farkas, azt még megnézhetjük picikét. Ez ebből előfordulása Egyiptom területén, vagy Egyiptom környékén. De így. Még. Megjelenés ügyileg igazából. Hát. Ilyen széles a fejjel rendelkezik. Vastag bundája van, ugye a vastag bunda azért hasznos, hogyha sivatagban él, vagy valami olyan környezetben, mert azért nem sűr. Vagy jó, meleggel lesz, de Szélesebb a nem. feje, ugye? Igen, mondjad. Hát, ugye szélesebb a feje, meg hosszabbak a lábai. Hát igen. Rövidebb farokkal rendelkezik, mint a többi. Ja, ez is szép, most így kinézetre inkább ilyen sötétebb, mint az előző. Sötétes. Na mindegy. Sötétesebb. Ez szép volt. Szép kifejezés.
ugye, mint minden kutyaféle, ez is ragadozó életmódot él. Ki gondolta volna. Igazából a házi állatokat is, vagy azokra is vadászik valamilyen szinten, mert ott menj, mert ugye ott ilyen, nagy ilyen legeltetés van Afrikában. Ja, mert nem tudom, azért van olyan hely, ahol nem hiszem, hogy olyan jó legeltetni a sivatagos területeken. Ilyen kecskét, birkákat, szaros marhákat simán kap, ha jól tudom. Hát, de gondolom nem egyedül. Egyedül max egy kecskét. Na. Szerintem végeztünk a... Bizé... afrikai farkassal. Hát, ja, szerintem is. Válasz egyet, Brumi. Szerintem a vörös farkas legyen a következő. Na, mondja, szeretem ezt a fajt. De sajnos már súlyosan veszélyeztetett. Ezt akartam mondani én is. Amúgy nagyon kevés példány van belőle a vadonban, de meg állatkertekben is. Nem tudom, ha jól hallottam, egyszer néztem valamit, és egyszer valami ilyen állatkertes dokumentumfilmet a Nandió. És abban volt olyan, hogy tenyészteni szeretnék a szürkefarkast, a vörös farkas. Szóval remélhetjük, hogy nem fog kihalni, de elég kevés egyed van már belőle a hát a vadászat miatt igazából, mert vadászták veszek a bundáért is, meg azért is, mert kártékony lehet a házi állatokra nézve. Hát ez az érdekes, hogy igazából főként rágcsálókkal táplálkozik. Meg amúgy szokták rőt farkasnak is hívni. Kicsi érdekesség. Méretügyileg test hossza ilyen 1,3 méter, súlya 20-40 kg közötti. És igazából van egy kihalt alfaja, vagy egy kihalt, a floridai farkas. Ezt még nézzük meg, mert tudom, hogy hát igazából mondtam, hogy ebben a podcastben ugye nem fogunk kitérni a kihaltakra, úgyhogy most mindegyikre, de párra kitérhetünk. Szerintem, amik ugye közelmúltban haltak ki, vagy valami ilyesmi. Brumi, szerinted milyen a floridai farkas? Az nekem így közepes. Közepes értékelésű? Hát ilyen feketés. Nekem nem a kedvencem, de nem is annyira utálom, tehát... Hát, én. Szerintem nem olyan... Szerintem igazából... Nekem sem a kedvencem, de amúgy szerintem jól néz ki ez a fekete szín, ez kicsit egyedi. Mert azért nem minden farkas fekete színű. Hogyha fekete volt, már ki tudja, hogy mikor volt, ha már közelmúltban halt ki. Az utolsó példányt igazából 1908-ban látták, azután már nem találtak több példányt. És a neve Floridára utal, ugye, mert arra fele élt, ugye Floridában. És amúgy korábban a szürke farkas alfajának hitték, azt így még mondom. De amúgy később gondolom a vizsgálatok kiderítették, hogy a vörös farkashoz tartozik, mint alfaj. No. Meg a vörös farkas ugye Észak-Amerikában él, az Amerikai Egyesült Államok területén. Igazából. Azt még így elmondtam. Ja, és... Brumi, mi a véleményed a szürke farkasról, vagy szürke a vörös farkasról kinézetügyileg? Mert azt nem mondtuk. Azt nem mondtuk. Na, Brumi? Szerintem a minden meg volt így, nem? De a kinézetről nem beszéltünk, hogy néz ki, hogy ilyen izé, hogy tetszik, nem tetszik. Közepes. 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 Minden nekem közepes. Ja, minden közepes. Mi? Tundra volt. Ja. Minden közepes. Most szerintem nagyon szép, én nagyon szeretem ezt az állatfajt. Nekem egyik kedvenc kutyafélem. Talán azért is, mert
nem pont azért meg kihalláshoz áll közel, hanem azért, mert szerintem ez ilyen a ilyen feketés, sárgás, vöröses szín, szerintem nagyon szép, meg van egy kis fehér is benne. Na mindegy. De mondjuk válasszál, válasszál. Hát szerintem inkább most leválasztom. Na én választok, mert túl sokat választottam. Ja. Akkor legyen az abesszi farkas. Hát nem is tudom. De szokták még kabernek, etióp sakálnak, vagy abeszi rókának hívni ezt a fajt. Sajnos veszélyeztetett. Ugye, ez sajnálatos, amúgy. Ez hát amúgy. igen, hogy ezt csinálják szegény állatokkal. Amúgy igen, az emberek olyan kegyetlenek. Van, amikor azt gondolom, hogy talán jobb lett volna a Földnek, sőt biztos, ez amúgy biztos, hogy jobb lett volna valamilyen. Hogyha nem lett volna az emberiség. Mert van egy olyan, hát ugye, egy filozófia, vagy valami olyasmi, hogy az ember a Földnek a rákja, és ez a felmelegedés, ez a láz, vagy valami olyasmi. Nem biztos, tudom, szerintem hallottam az egyszer ilyenről. De érdekes. De hogyha már vagyunk, akkor meg ne tegyük tönkre a környezetet. szerintem már eltérünk nagyon a témától. Tudom, tudom. Ezért szoktam mondani néha, hogy na, térjünk vissza az eredeti témához, meg így, hogy elmentünk. Szerintem ami nagyon fura. A többi farkas, az előző farkasokra nem hasonlít annyira. Inkább egy róka. Egy vörös rókaszerűség. De amúgy szép. Szerinted? Szerintem így változatos színei vannak. Mi ja, az ilyen? Ez a pirosas szín, Hát ilyen meg a vöröses. fehér fekete. Ja. Jól Szép. néz ki meg. Hát ja. Majdnem a kedvenceim a rókák, tehát ez Ja, a így. rókák szeretet. Amúgy nem tudom, én nekem a rókák között van a kedvenc kutyafélem, amiről régen már nem is tudtam, hogy róka. Akkor meg azt hittem, hogy egy kutya, mert vannak ugye a rókák, meg kutyák a kutyaféléken belül. Ugye... De nekem is egyik kedvencem egy róka, a kedvencem egy róka. De azt nem mondom meg. Még. Mert a végén úgyis lesz megint ilyen top a lista. Bruminek szerintem top 10-es nekem meg, hát lehet, hogy több. Egy egészség, hogyha az történt. Na, szívesen. Megjelenés ügyileg igazából hasonlít valamilyen szinten a sakálokra. Most nem a arany sakára jönünk, ugye, hanem a rendes sakára, az én panyókás sakára, meg az ilyenekre. Testhossz 80 és 1 méter között, vagy nem 80, hanem 80 cm és 1 méter között van. És még ehhez hozzájárul egy ilyen 27-40 cm hosszú farok, válmagassága meg ilyen 53-62 cm. Brumi, egy még valamit a megjelenéséről, így hogy valami érdekességet tudsz mondani? Nem sokat, szeretem rókákat, de ez így kimaradt. Mert ez nem is róka. Hát igen, éppen az így. Pontosan? Pedig sok Akkor rókának. te a rókákról tudsz többet? Mert nem tudom. Talán inkább. Ja. Nem tudom. Igazából a most... téma nekem nem a kedvencem. A kutyafélék? Ja, a medvefélék jobb volt. Ezt én is mondom, hogy én a medveféléket jobban szeretem, azért volt az az első, mert az a kedvencünk. Így mind a kettőnknek. A kutyafélék is nagyon szépek szerintem. Ezért volt a második, meg azon filóztunk, hogy vagy macskafélék, vagy kutyafélék. De végül a kutyafélékre jutott a alapodás. Igazából testő meg ilyen 11-20 kg. Mit akartál mondani? Hát azért jutott erre a választás, mert kicsit kevesebb. De a kicsit kevesebb, de mégis hosszú lesz. Hát igen. Annyi mindenre kitérünk. Amely. Ja, azért nem mindenre, a szaporodásra nem térünk. Főleg ez a filozofálás, amit te itt csinálsz. Én meg túl sokat beszélek szerintem. Lehet. Lehet, hogy sokat beszélek. Ja, meg főleg rágcsálókkal táplálkozik. Főként rágcsálókkal. De akkor gondolom a madártojásokat is szívesen elfogyaszt. Hogyha a lehetősége megvan rá igazából. Meg amúgy szerintem nem tudom, hogy mondtuk-e,
De a vörös farkas is szinte, vagy főként rágcsálókkal táplálkozik. Nem hiszem, hogy mondtam. Ha igen, akkor bocsi. De igazából most így eszembe jutott. Nem, inkább duplán, mint sehogy. Na. Aj. Bro, mi válasz? Hát szerintem akkor dingó legyen. Már Oké, egy. okay, dingo. Aj. Nem, hogy azt A mondtad, dingo. hogy nem fogunk kitérni a házi kutyákra, mert hogy Aj, azok a akkor. biztos srácok, előre mondom, a házi kutyára, vagy a rendes kutyára nem fogunk kitérni, csak annyit, hogy kutya. Mert az olyan hosszú lenne, abban annyi faj, meg keverék, meg minden van, hogy Ezt mindenki tudja. azt amúgy mindenki tudja, az olyan, mintha majd a macskákat nézzük, ezt előre elmondom. A házi macskára nem fogunk annyira kitérni. Spoiler Ja, spoiler. Ha valaki nem szeretné tudni, akkor spoilerek következnek. Szóval. Három másodperc, és 10, hát egy ilyen, ki, hát 20 másodpercet lépjetek. 10-20 annyit, másodperc. hogy léteznek, Annyit hagyunk. és Akkor három, kettő, cselekedjünk. egy, oké. Szóval a macska féléknél nem fogunk kitérni annyira a házi macskára, mert ott is rengeteg minden van. Macska fajta. Fú, arra nem fogunk annyira kitérni, max annyira, hogy házi macska. Megnézzük, hogy megnyilvánosul egy kicsit milyen, aztán ennyi. Na, dingó. De hogyan vagy a dingóval? Én utálom őket. Meg én sem szeretem annyira. Nekem nem a kinézetével van baj meg ilyenekkel. Nekem se. Nekem nagyon tetszik a kinézete. Hát igen, Meg ilyen. amúgy sebezhető fog. Sebezhető, a természetvédelmi helyzet igazából sebezhető, szóval ez nem olyan jó hír. Még hogyha egy behurcolt ember által létrejött vad állatfaj, mely ugye ezért, a farkasból vagy a házi kutyából visszavadult faj vagy valami ilyesmi, akkor Igen, nekem is amúgy az a bajom vele, hogy így na. kiírtak mindent, így. Kicsit valami ízé van. Csipogás hallatszódik tőletek. Ja, hát igen, madarak. A Egyébként van az nyavajás ember. madarak. Tökre teszik a podcastünket. Ez egy podcast sniperek. Hányan vannak itt a jó ég? Jó, hagyjuk, majd elmennek. Szóval, mit akartál mondani? Na tehát, hogy nekem az a bajom vele, úgy neked szerintem, hogy így kiirtottak abba mindent. Jó, azért nem mindent. Ez jó, de amit tudtak, az Jó, ami, így. bár egy csomó minden van sajnos Ausztráliában, ami nagyon tönkretettük azt az ausztrál Ami faunát. hülyeség volt. Az az ausztrál ökoszisztéma, ami régen volt, az, hogy nem volt kb. Egyetlen mélepény semlős sem, az most, hú. Vannak üregi nyulak, amik kiszorítják szegény wombatokat, mivel azért nem tudom hányszor, hát évente többször szülnek, és így kiszorítják a wombatokat. A ezé vaddisznók vannak, ezé vad, ezé víz, ezé vad, szóval kobor kobormacskák, rókák, meg azok arra a wombatokra vadásznak, fú, meg a dingó, meg egy puputevék még. Mondjuk azok visszavadult egy puputevék. Szóval az katasztrófa. Na, mindegy. Ja, a dingó. Visszatérünk a dingóhoz. Kinézetügyileg neked hogy tetszik a dingó? Hát szerintem ez nagyon szép amúgy. Ja, szerintem is. Hát, hogy ilyen mondhatni sivatagi Hát igen, kilét. mert azért Ausztrália nagy része sivatag és alkalmazkodott a változásokhoz. Ilyen, és hát, ja. Szerintem is nagyon szép. Nem tudom, amúgy nekem igazából nem utálom feltétlenül, mert én nem utálok egyetlen egy állatot sem, hanem nem annyira szeretem olyan értelemben, hogy kiirtotta az erszényes farkast, meg egy csomó más ez egy állatfajt, vagy az erszényes farkast nem ő írtotta ki, nem ő ölte meg, hanem, vagy lehet, hogy a dingók is öltek erszényes farkast, hanem a dingók ugye kiszorították, mert a versengés miatt ez a természetes versengést, és az erszényes farkas alul maradt. Sajnos.
Alapjáton nagyon szépek. Ez a vöröses, fehéres, vagy a fehéres, vöröses nagyon szép. Ja, meg amúgy régebben, ha jól tudom, még külön faj volt, most már viszont hát az hát nem feltétlenül egy faj, hanem a szürke farkasnak egyik faja, a dingó. Szóval érdekes. Amúgy azt nem tudom, hogy már mondtuk, ez sebezhetőben van. Ja, azt mondtam. Mindegy. Igen. Jó, Jó van, jó van, kicsit. hagyjuk. De amúgy igazából Ausztrália és Új-Guinea területén él. Szerencsére Tasmániába nem jutott el. Mert ugye, amikor az emberek behozták a dingókat, akkor már Tasmánia leszakadt Ausztráliáról, mert ugye a pleisztocénben volt még egy kontinens, akkor még a vízszint kisebb volt, és így egy kontinens volt, vagy hozzátartozott Ausztráliához, és aztán mikor a jég visszahúzódott és megnőtt a tengerszint, akkor ott elöntötte vízzel a területeket, ha jól tudom. És szerencsére így Tasmánia valamilyen szinten el van szigetelve. Megjelenésügyileg igazából teste 40-65 cm magasságú, 81-111 cm hosszú, a nőstények igazából testtömege 11-17, a hímeké 12-22 kilogramm, szóval azért itt is látható, hogy a hímek nagyobbak. Meg igazából életmódügyileg. Hát főként ugye az erszényes emlősökre, vagy ilyen kengurukra, főként az ilyen a vörös óriás kengurukra, meg másabb kenguru fajokra vadászik. De elfogyaszt egyéb madarakat, hüllőket, rovarokat is, és dögött természetesen, mivel egyetlen ragadozó se hagyna ott egy döglött állatot, szerintem. Bár lehet, hogy vannak olyan finnyások, bár ha valaki finnyás a természetben, az pórulja. Nem biztos, hogy lehet, hogy amiatt él túl. Jó, de az nem olyan jó, hogyha nem vagy, hogyha finnyás vagy. Mert az nem jó, mert már alapból kevesebb táplálékot tud szerezni. Tegyük fel egy területen, hogyha egy adott növényt vagy állatot fogyaszt. És ha valamiért nem ezt meg, akkor meg így. Hát akkor ennyi. Ja, és akkor megemlítjük egy nagy kedvencemet, az új-guineai éneklőkutyát, ugye a dingó legközelebbi rokonát, ami Új-Guinea szigetén él. Szerintem nagyon szép. Brumi, mondasz valamit az új-guineai éneklőkutyáról? Szép, ennyit tudok róla. Hát olyasmi, mint a dingó, csak ennél az van, hogy ő neki van ilyen szürkés színváltozata is, szóval nem csak ilyen vöröses, hanem ilyen vöröses, vöröses, szürke, szürke. És ugye ez vagy a dingó alfaja, vagy egy külön faj igazából. De most ebben nem fogunk belemenni. Dél-Kelet-Ázsiában, Új-Guineában, vagy Dél-Kelet-Ázsiai, Pápa-Új-Guineában és Új-Guineában él. És igazából vadászni, igazából erszényes emlősökre, mert azért Új-Guineán is élnek erszényesek. Szóval ilyen kengurukra, denevérekre, meg rágcsálókra is vadászik. És igazából hát ez kisebb, mint a rendes dingó. Ugye ez a új-guineai éneklőkutya, ami nem tudom, én ezt nagyon szeretem. Ez is hozzájárult a sok erszényes kialásához, de ezt nem tudom, ezt nagyon szeretem. Lehet, hogy a neve miatt is, meg amiatt, hogy szerintem jó, szerintem nagyon szép. Ez a szürkés, hogy változat is szép. Meg minden. Meg szóval a magasság ilyen 31-46 cm, testtömeg igazából 9-14, és mondom kisebb, mint a hinkó, vagy hinkó, hinkó, a hinkónál. A hinkónál kisebb természetesen. Ez
És amúgy ilyen hát a farka ilyen szőrösebb, vagy ilyen szőrösebb farok és szélesebb fej jellemzi, a széles fej. Meg amúgy nem igényli annyira a szoros kapcsolatot az emberrel, mert ugye ezt is az emberek hozták be. Meg igazából bizalmatlan, kiszámíthatatlan. Nem tartják házi kutyaként igazából, de vannak olyan képek, aminél így a háznál van, szóval azért valakik biztos, hogy tartanak. Hát lehet. Most figyelj, kutya, Ja, tehát. kutya. Én farkasokat tartok, ja. Mi? Ja, nem tartok farkasokat. Na. Szerintem a dingó. Szerintem így kivégeztük ezt a kaniszt. Igen, kivégez. Ja nem, még van a kutya. A kutya. Jó, hagyjuk a kutyát, léteznek, Srácok, vannak elmondom, hogy a szépek. kutya az fajtól függően szép. Nem a kedvencem. Én a volt kutyákat jobban szeretem, mint a házi kutyákat. Igazából. Szép, ennyit tudok elmondani, kutya. Ezzel farkas házias változata. Na, és akkor végeztünk a Kalisz nemzetséggel. Hát elég hosszú ideig tartott. De itt volt, itt ilyen 6-7 faj volt. A többinél már kevesebb faj lesz, szóval gyorsabban végzünk. Már majdnem egy óra volt ez. Hát srácok, igen, már 5, hát már lassan 52 perccel beszélgetünk. De amúgy igazából ahhoz képest nem olyan sok, nem mindig. Hát figyelj, a meddig volt másfél óra, talán majd megint. Ja. Á, igen, a körüli volt. Na, a következő ugye a sakálok. A Lupulella nemzetség. Igazából itt kettő faj van. Szerintem kezdjük a panyókás sakállal, mert az ismertebb. Meg amúgy Én még nem hallottam róla én ilyet, hallott, gyakran. amely, én, ha valami afrikai természettudományi filmben szerepel sakál, akkor valószínűleg ez. Na mert ez elterülés függő. Kinézetre? Milyen? Hát nekem egy olyan 10 per 8. 10/8. Ó, szép, csak ja, nem így képzelnék el egy sakál, most így De ez a értem. valódi sakál, nem az arany sakál. Igen, de nincs is gondolj be egy sakál. És igazából hát hasonlít, jobban hasonlít a rókákra, mint az előző nemzetség. Talán ott az a milyen farkas, az a abesszi farkas hasonlít még a rókákra. De ez amúgy hasonlít. Szerintem inkább van, hogy azt mondjuk etióp farkasnak, ha Etióp már így farkas. megemlítjük így, mert fura a neve. Etióp farkas. Ja, igen, etióp farkas az amúgy, hát abesszi farkas. Igen. Igazából Kelet- és Dél-Afrikában él ez az állat, és a kettő elkülönült populáció, szóval nem az, hogy egy, tehát igazából kettő Kelet-Afrikában egy populáció, és Dél-Afrikában egy. Megjelenés ugye igazából hasonló a rókákhoz. Testhossza ilyen 90-100 cm, farok hossza 30-35 cm, magassága 40, igazából 50 cm, és testtömege 8-10 kg. Amúgy nem tudom, hogy te hogy vagy vele, de szerintem ezt jó tudni, hogy ez legalább nem fenyegetett. Ja, igen, amúgy ez tökre jó, én ennek örülök, hogyha egy állatfaj nem fenyegetett. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem akarják egyelőre kiirtani az állatfajt. Egyelőre. Egyelőre, ezt hozzátettem azért. Amúgy nem tudom, én örülök. Igazából csak annál említjük meg azt, hogy milyen természetvédelmi státuszban van, amelyik mondjuk fenyeget, vagy szóval amelyik mondjuk nem fenyegetett. Ha nem említjük meg, akkor valószínűleg nem fenyegetett állapotban van. Van olyan, hát így, lehet, hogy hát szerintem megemlítjük a mérsékelten fenyegetett, meg az ilyeneket.
mérsékelten fenyegetett, sebezhető, veszélyeztetett, súlyosan veszélyeztetett. A vadon, amúgy nem tudom, vadon kihalt, ma élő vadon kihalt kutyáról nem nagyon tudok. Max a, ja nem, a, izé, a házi kutya. Ja, és amúgy nem mondtuk. A házi kutya mindenhol él köbö. Csak a déli sarkon nem, mert ott nem él sem. Az mindenhol megtalálható. Na. Meg igazából... ennek kívül nem speci... vagy szóval... szóval... speciz... na, nem tudok beszélni. Szóval igazából rendkívül alkalmazkodó képes ragadozóról beszélünk igazából. Könnyen tud alkalmazkodni a új változásokhoz. Életmódjában igazából... hát... hát kisebb állatokat fogyaszt, például... hát most szurikátákat is el tud kapni, hogyha ügyes. Például ott lent a Kalahári sivatagban, mert ott is él. Vagy esetleg dögöt fogyaszt, meg más. Mondom, hogy vadász, rágcsálókra, meg ilyesmikre. És kis érdekesség, legfeljebb 14 évig él. Nem olyan sokáig. Ők a kutyáknál ez ilyen átlagos, nem? Vagy általában ennyi. Brumi. A kutyáknál általában 14 évig van a év, hogy addig élnek. Ja, én is olyan 13-14-et. Az így a közepes. Így az minden átlagban a érted, így átlagban annyi. Hát igen, átlagban. Én ezzel nem vagyok, hogy most tisztában, hogy melyik kutya meddig él. Azért én már vagy láttam olyat is, amit él 17-ig. Igen, vannak kivételek, meg ez ugye fajtól is függ meg, hogy be a keverékek például valamikor jobban sebezhetőbbek a betegségekkel szemben. Ha jól tudom. Habár ez nem biztos. Csak most így. Igen, valahogy úgy van. Vagy jól emlékszem, akkor így van. Na, de szerint... ahogy a robot szó, hogy a kutyákra nem térünk annyira ki. Jó van, de most azért kell egy kis beszéd róluk is. Na, a panyókkessa kell, elvégeztünk, szerintem. Szerintem is. Akkor jöhet a... súlytásos. Igen, a súlytásos. Súlytás. Sossa kell. Erről neked mi a véleményed? Ez amúgy kicsit másabb, mint az előző, olyan értelemben. Van igazából. Például a háta, most csak így azon a képről, amit nézünk. A háta kicsit másabb, mert ez ilyen szürkéses, feketés, fehéres, ilyen csíkokkal. Meg azért kicsit ilyen sötétebb színű alapvetően szerintem. Szóval érdekes. Nekem úgy tetszik. Ez amúgy nem tudom eldönteni, hogy melyik tetszik jobban, nekem a sokkal olyan egy. Nekem is. Meg én például nem a kedvencem, de a szépek csak. Tudából olyan semleges nekem. Biztos. De miért most nem tudok rosszat mondani annyira róluk, jót se olyan sokat. Nekem van olyan semleges, van. Van és kész. De alapvetően ja. Szép. És nem fenyegetett. Ja, nem fenyegetett. Most már minden, ahogy... nagyon jól csinálnak. De ők, de amúgy a sakálok azok, mondjuk előbb is mondtam, hogy ilyen alkalmazkodó képes állatok. Könnyen tudnak alkalmazkodni a változásokhoz. Például vannak olyan specializálódott állatok, amik erre nem képesek. Igazából testhossza... ilyen 65-81 cm, farokhossza 30-41 cm, testtömege pedig ilyen 6,5 és 14 kg között van. Hasonló az előző panyókás sakálhoz. Igazából Brumi a táplálkozásáról, vagy valamiről még... tudsz mondani valamit így? Többi sakához képest így
sokkal vegyesebben találkozik, tehát ilyen változatosabban. Amúgy lehetne ezt most mondani. Ja, igazából rákcsálókkal, tojásokkal, madarakkal, gyíkokkal, rovarokkal. Hulladék, hulladékkal. Persze. Dögöt is természetesen fogyaszt, és növényi anyagokat is egyaránt fogyaszthat, szóval. Igen, tehát ez így jó. Azért ez már szép. Igazából ezt amúgy én nem tudtam. Mondjuk a kutyák néha szoktak füvet vagy valami hasonló növényt tenni. De most amúgy Meg a macskák is. Így meglepődnék, ha látnál egy ilyen sokászlegelt. Ja, finom, finom. Finom, finom korpafű, meg fű, meg minden. És komolyan, láttál már Nem, valami? nem láttam ilyet, csak a régi kutyánk egyszerre vesz füvet. És aztán esett az eső. Nem tudom, a lehet, hogy ez csak a magyar hiedelem, vagy a néphiedelemben van így, de ha eszik egy kutya, ha kutyafüvet eszik, akkor nem az a ilyen babona vagy hiedelem, vagy nem tudom, minek nevezzem, hogy elkezd esni az eső. Honnan tudjam? Nem tudom. Nekem ezt mondták mindig régen, és így is voltam, hogy evett a régi kutyánk, evett egyszer füvet, vagy valamit, aztán elkezdett esni utána az eső másnap, vagy valamikor. Honnan is vettétek azt a kutyát? Nem tudom. Egyidősek voltunk vele, vagy egyidős voltam vele, ha azt nézzük emberévben. Szóval én honnét tudjam. Szerintem ez a Sajnos 7 hasznos kutya. évesen meghalt. Ah, legjobb Várjál, kutya. Eddig legjobb kutya volt. te akkor 7 évesen meghaltál? Nem. Azt mondtam, hogy egy idős voltam vele, amikor ő jött. Szóval kb. Egy idősek voltunk. Csak én túléltem azt az időszakot. És elkezdett esni az eső. Igen. Na mindegy. De amúgy jó volt, lábtartónak megfelelt, mindenhova elment. Ezért. Mindig volt egy hely, ahol ki tudott menni, és soha nem tudtuk, hogy hol. Aztán mindig visszajött, semmi nem ütött el. Meg volt a templomban is volt. Volt ott nem, volt egy templom, elvileg volt ott is. Meg óvodában is volt. Szóval nem úgy, hogy mi vittünk ilyen kutya óvodába, vagy mibe, hanem fölment a... Egy, az ilyen óvodába, vagy mibe. Na. De eléggé eltértünk a témától. Lehet. Ja, lehet. Na, meg azt akartam még mondani, hogy ezért a sújtásos sakál ilyen 10-12 évig ér, szóval azért... Hát azért nem él addig, mint az előző. Átlagban. Na. Szerintem valami... Ja, és te hogy neked mi a véleményed erről? Mert nem tudom. Elmondtad, hogy, a kinézetéről? Mert arra nem mondtam. Nem tudom, szerintem ugyanaz nekem úgy a véleményem erről, mint neked, mert más. Ja, nekem kicsit jobban tetszik, mint a másik. Vagy nem tudom. A másiknek a feje, az jobban tetszik. Ennek meg a egész kinézete. Na, ennek a feje olyan másabb kicsit, nem tudom. Kicsit másabb. Mindegy, szerintem végeztünk a sakálokkal. Így is elég hosszan beszélgettünk róluk. Na. Kisfülű kutya. Szerintem az egyik kedvenc, ez kell, hogy legyen. Pontosan. Nagyon szép kutya. Most ezt így mondom, hogy ez szerintem, tehát csak szerintem, ez nem is úgy néz ki, mint egy kutya. Végül is? Lehet. Hát érdekes, eléggé fura a feje. Szerintem a feje, meg a egész teste olyan rövid lábai vannak. Szerintem a fejéhez így aránytalan a teste. Kicsit érdekes, nekem pont azért tetszik, mert olyan egyedi. De amúgy... meg igazából, nem tudom, nekem a kinézete mondom nagyon tetszik, ez a barna, a kicsi fül, ilyen zömök test. Hát meg mondtad, hogy kicsit aránytalan. Igen.
így furcsa a teste. Tehát, hogy így a feje nekem úgy tűnik, mintha ilyen kicsi lenne, meg a lábai. Talán így a teste az ahhoz képest van nagy, így érted. Fura. Hát igazából a hossza ez ilyen 72-100 cm, farok hossza 30 cm, testő meg hát ilyen körülbelül 10 kg, és ahogy a neve is mondja, az kicsi a füle. És kerek. Kicsit ilyen kerek füle van. Talán mint a medvéknek, nem? Vagy nem tudom, most csak ez így jött. De a medvéknek van ilyen, nem olyan nagy kerek füle, vagy nagy kerek füle. Na mindegy. Meg Dél-Amerikában él, az előzőkkel ellentétben Dél-Amerikában él. Amazóniában, itt a esőerdő környékén. És egy kis érdekesség, hogy ugye amikor Észak és Dél-Amerika összeütközött, akkor ugye ez addig Észak-Amerikában élt, ez az állatfaj. És aztán a nagy amerikai faunacsere eredményeként ugye bejutott Dél-Amerikába. Később ugye kihalt Észak-Amerikába, szóval jó, hogy eljutott oda. Akkor lehet, hogy most már nem lenne rövid fülű kutya. Akkor most már lehet, hogy nem lenne rövid fülű kutya. Igen? Nem mondjad? Így nekem személyesen nem hiányozna. Hogy mondhatsz ilyet? Nekem nagyon tetszik. Nekem még mindig az egyik nagy kedvencem. De így észre se venném, ha eltűnne most így ezt. Nem tudom, ja. Ezt jobban kezelni. Ja. Amúgy főleg rágcsálókat és mellette ilyen növény, mert egyéb növényeket fogyaszt, néha növényeket, mint az előző rokkálók, szóval ez is érdekes, hogy növényeket, meg magányosan él, ez fontos. Ugye ez is nem falkában, hanem magányosan. Amik főként ilyen kis állatokra vadásznak, azok magányosan élnek inkább. Mert akkor nincs értelme a falka, összeállni falkába igazából. Meg igazából hüllőket, rovarokat és kisebb madarakat is fogyaszt igazából. Szóval kis gerincesekkel táplálkozik. És akkor így erről még bármi más? Nagyon szép. Ez megfelelt? Igen. Oké. Okay. Na végeztünk ezzel a kutyával is, és akkor... Az ázsiai vadkutya. Ugrunk egyet, és akkor az ázsiai vadkutya, hát a neve az elmondhatja, hogy hol él. Amúgy szokták Dolnak is hívni. Szokták Dolnak is nézni, nekem az ázsiai vadkutya jobban tetszik. Szerintem is kinézetügyileg? Kinézetre szerintem ez egy 10/11, ez nagyon jól néz ki. Így, amúgy az a szín jön be nekem nagyon, meg ez a testalkat. Ez a fekete farokkal. Ja, szerintem is szép. Nekem nem a kedvencem, annyit mondok, de nagyon szép. Én alapjától szeretem a vadkutyákat. És igazából... Hát sajnos veszélyeztetett természetvédelmi státuszban van, ami nem jó. Brumi, ez szerintem te sajnálod kicsit. Igen. Hát azért... Én ezeket jól szeretem. Ja. Hát igen, egyre kevesebb van ugye hát az emberek miatt főként. Még Indiában, fú, ez amúgy főként, hát ilyen India környékén él, igazából előfordulás, hát Oroszország, Mongólia, Kína, meg India, meg ilyenek. Errefele él, de Indiában például nagyon sok ember van. Ez olyan sok ember gyerek születik egy családnál, hogy az valami bődlet, hogy talán az egyik legnépesebb ország a világon. Nem az. Második? Ezt nem tudtam, csak így mondom. Lehet már az első, hogy így Kína belőtt. Nem mindegy. Meg régebben volt egy ilyen természet film, ugye a... szóval, és akkor abban mondták, hogy még szokták úgy is hívni, hogy izé vörös farkas, hát nem tudom, én a másikat hívom vörös farkasnak, szóval. Bár ez amúgy szerintem nincs elterjedve elnél a fajnál, hogy vörös farkas.
De ott is az indiai vadkutyát, vagy ázsiai vadkutyát használták. Meg igazából szóval a Indonézia szigetvilágban is elterjedt. És akkor nézzük meg szerintem az alfajait. Hát nincs sok, de ebből annyit ki fogunk szerintem szedni, ha jól Ja. sok le. Van egy olyan, hogy alpesi vadkutya. Szerintem ez is 10 per 11 úgy külsőre. Ja, szép. Ennek ilyen, most így, ahogy megnéztem, hogy tömör a bundája kicsit, vagy nem tudom. Nekem ennek a feje tetszik nagyon, meg a Igen. színe. Ez is ilyen vöröses, meg a farka ilyen feketés kicsit. Ja, és ez veszélyeztetett állapotban van ez is, sajnos. Hát ugye, mivel a faj is veszél, vagy az egész állatfaj veszélyeztetett állapotban van, akkor valószínűleg az alfajok is. Vagy lehet, hogy valamelyik alfaj éppen mondjuk sebezhető, vagy nem veszélyeztetett, de alapvetően az egész állatfaj veszélyeztetett. Ez olyan példa, most erre felhozok egy példát, mert eszembe jutott. Van a barna medve, az alapból az állatfaj nem fenyegetett. Viszont ha megnézzünk egy alfaj, például a góbi medvét, az meg már súlyosan veszélyeztetett. Szóval igen. Amúgy Dél-Ázsiától elkezdve igazából Kelet-Ázsiáig, Kelet-Ázsia északi részein él. Szóval, hát ez a inkább a szárazföldi alfaj, vagy nem tudom, az ilyesmi. Meg ez a legnagyobb ázsiai vadkutya alfaj. Koponyája keskeny, kicsit. Szerintem akkor menjünk a második alfajra. Vagy de még amúgy azt nem mondtam, a megjelenéséről nem igazán beszéltünk a vadkutyának, ennek a vadkutyának. Ugye 90-110 cm hosszú, magassága 45-50 cm, és 25 kg. Szóval ilyen 1 méter körüli. Erről így nem beszéltünk, csak még gondolom megemlítem. Elfelejtettük. Turkesztáni vadkutya, az hogy tetszik? Brum. Vagy mi a véleményed valamilyen szinten róla? Hát, szerintem az egy másik fura. Szerintem. Ja. Meg így fejre. Ja, kicsit másabb. Hát igazából ennek ilyen vastag téli bundája van, mert ez ugye... ott az éjszaka, hát ez ilyen hegyekben, meg éjszakon él, vagy az ilyen olyan helyeken él, ahol pont igazából kell ez a dolog, és igazából az így. Például a Tien Shanban, a hegységnél, vagy hegyni, a Tibetben, Szibériában, Mongóliában, a mongol, ez a mongóliai sivatag, Góbi sivatag, az azért az kemény hely. Afganisztánban, Kirgisztán, Ja. Még, amúgy van ez az Irak, Irán, meg ilyenek, ez nagyon hasonló nevük van amúgy. Ez annyira ja. Fura. Vagy hát, elég hasonló neve van, vagy nem tudom, hogy csak magyar fordítás. De most ez igazából. Angolul is. Meg az alpesi vadkutyánál is, hát kisebb méretű, szóval ez a legkisebb ilyen ázsiai vadkutya faj, vagy alfaj. A koponyája 18 cm. Meg a fülei széle ilyen vöröses narancsosak, meg ilyenek. Igazából a fő tápláléka hegyvidékeken élő állatok, mert ugye a körül él, ilyen vadkecskék, juhok, vaddisznók, szarvas félék, ilyenek. Ilyesmikre vadászik. Habár nem biztos sem úgy, hogy ez a legkisebb. Mert talán most a következő, a szumátrai vadkutya, az talán nem kisebb nál most már. Tudjuk? Brumi, mi a véleményed a szumátrai vadkutyáról?
nem tudom, nekem így, hát ugyanolyan kicsit aránytalan, mint a kisfülű mi volt? Már nem emlékszek. Tehát, hogy így nem a fej meg a test arány, Akkor mi? A lábak? mint a kutyabb lenne, így Mintha? érted? Mi? Nem hallottam már. Mint a hosszabb és alacsonyabb lenne, mint a többi. Oké. Nekem nagyon tetszik. Nekem a három alfaj közül ez a kedvencem, valamint ez egy nagyon szép kutyaféle Pandó. szerintem. Talán az, hát bent van a top 10-ben nálam. Bent van. Simán. Top 10-ben biztos, hogy benne van. Sajnos ez is, mint a előző alfajok veszélyeztetett. Ebből sem is kevés van, vagy egyre kevesebb van az emberek gonoszak. Bár nem minden ember gonosz, szerencsére. Szerencsére mi nem vagyunk gonoszak, mi nem vagyunk, mi jó lelkűek vagyunk. Igazából ez mindannyiunk hibája, szóval. Honnan gondolt? Csak azok, akik ezt csinálták. De maga az ember, emberfaj okoz, emberi, hát a homo sapiens faj okozta ezt mind. Egész nemzetségeket írtottunk ki, meg mindent. Na mindegy. Hogyha már itt az ember elcsöszésénél tartunk, akkor így már azt meg akarom nekem így mondani, hogy ha mondják azt, hogy ha nem eszem meg a kaját, akkor pazarolsz. De azt a kaját per húst, azt ugyanúgy be fogják gyűjteni a állatból, meg azt a növényt is le fogják szenni azért, hogy a más is elviszi, de akkor is. Vagy ha ott fog megrohanni a boltban, akkor is, az már le van szedve. Hát végül is igen. Van, tehát hogy te nem pazarolsz azzal. Az a lényeg, hogy ne legyél fényes, aztán kész. Na, de kicsit eltértünk a témától megint. Hát arról beszéltünk, hogy nem miért ne pazarolj, vagy miért pazarolj kaját, vagy hogyha pazarolsz, az nem pazarlás. Ez olyan pazar életmód, mi? Na, jó van. Meg amúgy szokták maláj vadkutyának is hívni, mert ugye Maláj félszigetet, Szumátrát és Jávát lakja. Már egyes feltételezések szerint amúgy Szumátra szigetére igazából az embert telepítette be, szóval hasonlóan a dingóhoz, habár ez nincsen megerősítve, ezek ilyen feltételezése. Valamint van egy szörnyű hír, hogy Szingapúr területéről már kihalt. És igen, amúgy ez a legkisebb alfaja az összes ázsiai vadkutyának. Az előbb azt mondtam, hogy a másik, de ez. Meg a szőrényen élénk vörös. Brumi? Meg valami cuccos, cuccos dolog. Sem. Szerintem végeztünk az ázsiai vadkutyával, azért itt is volt egy fajból, de még volt három alfaj, szóval azért megnéztünk az alfajokat is igazából. Sajnos veszélyeztetett, de szerintem nagyon szép az állat még mindig. Na. Na, válasz valamit. Várjál. Végeztünk az a Ázsia rész. vadkutya. Ugye? Ja, most végeztünk az ázsiai vadkutyával. Várjál, szerintem legyen az afrikai vadkutya. A Likeon, vagy Likeon, nem tudom, hogyan kéne kiejteni a nemzetséget. Afrikai vadkutya. És Brumi, mi a véleményed az afrikai vadkutyáról? Hát ennek így a feje eléggé érdekes, itt a fülénél tartunk. Ja, Így kicsit az fura. egész teste nekem nagyon bejön a árnyalat, meg így több élesség, így több Igen. színű. És hát ja, szép a feje, meg az egész. Egész este, mi? Igen. Ó, fú, te jó ég, ez mi volt? Nagyon hangos voltál most.
recseget valami. Na mindegy, a Discord nagyon minőségi alkalmazás, ezt mindenkivel elmondom. Na mindegy, szokták amúgy hiéna kutyának is hívni, és én valamikor hallom itt, hogy hiéna kutya. Nem tudom, hogy melyiket hallottam többször, hogy afrikai vadkutya, vagy hiéna kutya. Te melyiket használnád szívesebben? Szerintem afrikai vadkutya. Na, én is azt szoktam használni. Vagy én azt többször használom, mint a hiéna kutyát, de valamikor előjön az is. Amúgy a természetvédelmi elhelyezkedése sajnos ennek is veszélyeztetett. Ez nagyon szomorú, szerintem. Hogy most az előző pár kutyafaj már mind veszélyeztetett. Amúgy az alfajaira itt nem tudunk kitérni. És igazából, mint ahogy neve is sugallja, Afrikában él. Igazából a Szaharától délre, első szavannákon, félsivatagos területeken is előfordul. Ilyen délkelet, talán még. Ilyen enyhén kicsit észak, még észak Afrika felé is él. De az esőerdőkben nem igazán, vagy arra fele is talán, de ott nem feltétlenül a gyakoribb. Megjelenés ügyileg ilyen 75, szóval ilyen 75-110 cm az átlag hosszja, hát ez jellemző igazából a hiéna kutyára, és 30-40 cm hosszú farka van, teste meg ilyen 18-36 kg között változik, és természetesen, ahogy az előző minden kutyafajnál, a nőstények kisebbek, meg könnyebbek, mint a hímek. Életmód ügyileg szerintem ők úgy nagyon érdekesek. Meg alapjáton a kinézetük, ahogy Bruno, te is mondtad, hogy ilyen egyedi textúrájuk van, meg minden. Ilyen nagyon, ilyen beleolvadnak a környezetben, ha azt nézzük. Az ilyen helyeken. Nagyon bele tudnak olvadni, meg alapjáton ezek falkában vadásznak, mint a farkasok. Szóval ezek is falkában, az előzők nem annyira, amiket megemlítettünk, azok inkább... Jó, még a nem mondtam, srácok, most jutott eszembe. De egyes, ugye, ázsiai vadkutyák falkában vadásznak. Na, jól tudom. Na, mindig. Szóval ők falkában vadásznak, és így vadásznak zebrákra, gnúkra, meg egyéb állatokra. Meg a hiéna kutyák, ugye azért is hiéna kutyák, mert kicsit hasonlítanak a hiénákra. Talán a színük miatt, vagy valamilyen szinten. Meg azért kemény ellenfelek egymásra, rivalizálnak egymással a hiénák és a hiéna kutyák. Csak a hiénák nagyobbak. És így amúgy igazából szerintem ennyi. Szerintem ennyi a afrikai vadkutyáról. Ja, szerintem is alfajokra annyira, hogy nem kell. Most nem. És akkor válasz egyet, Brumi. Na, végre. Végre, te választhatsz mi? Na. Szerintem ez a... Hát... Rákász róka, vagy hogy mondjam. Rákász róka. És ez még mindig a kutyákhoz tartozik, szóval ugye vannak a rókák és kutyák, lehet, hogy ennek rákászróka a neve, de amúgy vannak olyan elnevezései, hogy közönséges pamparóka, vagy braziliai sakál, vagy Maikong, vagy Maikong, nem tudom, hogyan kéne mondani. Maikong. Maikong, ez a legjobb, Maikong, mostantól Maikongnak hívom. Maikong. Nem. Én nem tudom. Én rákászrókának hívom szerintem, hogy melyik tetszik neked? A rákászróka, a közönséges pamparóka, a brazil sakál, vagy braziliai sakál, vagy... Maikong. Szerintem a rákászróka a legjobb. Ahogy nem tudom. Meg a Maikong. Maikong vagy Maikong. Jaj. Nekem is a rákászróka tetszik amúgy a legjobban. Nem tudom, mert azt szoktam meg szerintem. Habár erről az állatfajról nem tudok olyan sokat. De
Egyet biztosan, hogy ez szerencsére nem fenyegetett egyelőre. Ennek örülünk. Ugye Brumi, ennek szerintem mindenki örül. Csak az nem örül ennek, aki megeszik a rákászrókat. De azok is örülnek ennek. Á, nem biztos. Mert a De nem, azért... Ha mondjuk tegyük fel a rákok, mert ha a nevéből kiindulunk, akkor a rákok még nem örülnek neki, hogy a rákászróka. Szóval nem fenyegetett, na mindegy. Most esett le a neve. Na, végre rájött a kis Brunk is, hogy mit is el, hogy miért az a neve, hogy rákászróka. Na, alapvetően amúgy Dél-Amerikában él, igazából itt észak, Dél-Amerikában, meg ilyen kelet, dél-kelet a körül. És inkább ugye, így hát eredetileg amúgy kis érdekesség, hogy Észak-Amerikában fejlődött ki, és a nagy amerikai fauna csere eredményeként jutott el délre. És a rövidfülű kutyához, vagy kisfülű kutyához hasonlóan ez is kipusztult Észak-Amerikában. Szóval ismét azt tudom mondani, hogy jó, hogy eljutott Dél-Amerikába. Mondjuk én ennek nem annyira örülök, hogy összeütközött a kettő kontinens. Én amúgy ennek nem ültem, mert kihalt egy csomó állatfaj. Elsősorban a Tilacus milus. Ja, egy szegény Tilacus milus. Olyan mondom, már fogsz változni egy Tilacus milusszal, hogy tudom, egy hogy az a kedvenc ősállatom. Azt amúgy elmondom mindenkinek, hogy az a kedvencem. De nem tehetek róla. Én alapvetően egy hatalmas nagy erszényes párti vagyok. Habár, ha jól tudom, az új kutatások szerint már nem feltétlenül erszényes, hanem erszényes közel. De így, szóval közelebb áll a mai erszényesekhez, mint a mai bármelyik emlősökhöz, a metatériában van bent. De én akkor is kardfogó erszényeseknek hívom őket, mert nem érdekel. Én azt mondom, hogy ezek erszényesek voltak. Én elhízem. Na mindegy. Eltértünk meg itt a témától. Meg amúgy van ez az nagy amerikai fauna csere, hogyha valaki nem tudná, hogy az ugye mi, az ugye akkor történt, amikor Észak és Dél-Amerika összeütközött, és akkor az Észak-Amerikában élő állatok elmentek Dél-Amerikába, a Dél-Amerikában élő állatok meg Észak-Amerikába. Kb. Ez történt. Igazából ennyi. És egy csomó állatfaj kihalt. Megjelenés. Ja, ez a megjelenésről még nem beszéltünk. Hát test hossza ilyen 60-65 cm, a farok egy ilyen 30 cm hosszú, és a tömeg ilyen 5-8 kg. Hát ilyen nem olyan nagy termetű, ilyen kicsi. Na mindegy. Meg ugye az étrendje, amit fogyaszt, az milyen azon állatokkal, amikkel táplálkozik, az a rovarokkal, madártojásokkal, teknősökkel és rákokkal. Meg akár gyümölcsöket is fogyaszthat, szóval ez is, ez növényi anyagot. Meg a kinézetéről amúgy még nem beszéltünk. Szerinted milyen? Szép. Szerintem nagyon szép, én nagyon szeretem ezt a kutyafélét. Én nagyon szeretem. Nem tudom, a neve is szép, a kinézete, nem olyan nagy, talán még emiatt is, mert nem olyan hatalmas. De ilyen szép, hogy ilyen vajszínű kicsit, meg ilyen sötétes valahol. Meg amúgy eléggé különleges az életmódja ez előzőkkel ellentétben. Így ő ilyen vízi állatokkal is táplálkozik, vagy teknősökkel, meg rákkal. Meg ő igazából nem tudom, maximum kisebb rákcsálókat még, vagy ilyen rákcsálókat elfogyaszt. Igazából szerintem végeztünk. Akkor legyen a pamparóka. Pamparókák. A pamparóka. Pamparóka. Igazából... Lehet, hogy itt is eltöltünk egy csomó időt. Mert vannak, mert itt a fajokra fogunk kitérni. Amúgy alapjáton a pamparókák szerintem szépek. Meg igazából a hosszuk átlagban ilyen 53-120 cm. Farkuk ilyen 25-50 cm hosszú, körülbelül ilyenek átlagban.
Szóval, igazából meg Dél-Amerikában élnek az összes köbü. Neked valami véleményed van Brumia Pamparókákról így? Jó a nevük, ennyi. Ja, érdekes. Szerintem Tényleg. akkor kezdjük a Zulpeó Pamparókával, vagy Gulpeó Pamparókkal, nem tudom. Melyiket kéne használni, melyik nevet? Én Zulpeónak mondom, mert úgy van leírva. Meg most magyarul, hogyan mondod. És amúgy szerintem alfajokra nem fogunk kitérni. Mert most van még pár faj itt a pamparókánál. Brumi, a Zulpeó pamparóka, milyen? Gyönyörű szerintem az a példa, ez annyit a képen látható. Szerintem se rossz. Ja, jó volt a fotós. Ja, jó volt a fotós, mi? Ha ugye, akkor kb. Csak ennyit lehet elmondani. Jó volt a fotós. Nem az állat szép, a fotós ügyesen fotózott. Ja. És amúgy a pamparókák között a jó több, ez a legnagyobb. A hímek ilyen 11 kg-ot nyomnak, a nősnek 8 körüliek. Testhosszuk ilyen 90-165 cm között változik. És farkuk ilyen 30-51 cm. Szóval ezek a legnagyobbak a pamparókák között. Ami érdekes. Milyen nagyok. Előfordulásuk meg ott, már Dél-Amerikában élnek, természetesen. Az Andok környékén, ott azon a hegyvonulaton, valamint Argentínában is fellelhetőek. És igazából még egy kis érdekesség, hogy a Falkland szigetekre ugye az ember hurcolta be ezt az állatfajt. Igazából. Szerintem végeztünk a Zulpeó pamparókával. Brumi? Szerintem. Ja, szerintem is. Akkor jött a Darwin pamparóka, ami nevét ugye Darwinról kapta, az nagyon híres ilyen természettudósról, Charles Darwinról. Igazából ő állt elő az evolúció elmélete, ha nem is ő állt elő, akkor ő volt az, aki kiállt mindenki és elmondta, hogy hát ez szerintem így volt, ez ennyi. Sajnos ez a Darwin pamparóka ugye súlyosan veszélyeztetett. Ennek nem lehet örülni. Ennek amúgy én sem örülök. A legveszélyeztetettebb pamparóka fajt. És csak ott Dél-Amerikában az ilyen Andok környékén, Argentínában igazából ott egy nagyon kis helyen él, szóval eléggé kevés van belőlük. Ha jól tudom, akkor 30 vagy 32, de 320 egyed maradt már csak, és így súlyosan veszélyeztetettre rakták a természetvédelmi státuszát. Igazából kinézetügyileg 15-10, vagy mi van? Szóval 5-10 kg-ot nyom, és hát egy kistermetű kutyaféle igazából. Brumi, szerinted milyen? Szerintem szép, szürkés, ezen a képen legalábbis, amit van. Ilyen, cuki, mondhatni. Mondhatni, igen. Szerintem is szép. Meg alapjáton ez kicsit másabb, mint mondjuk az előző, mert ez inkább ilyen feketés, szürkés, fehéres, meg a fülön kicsit ilyen vörös. Vagy fejnek egy vörösesebb. Szóval... Mi a neve? Ezzel végzünk, szerintem elég a pamparókákból, mert nagyon sok van belőlük Hát így. azért még azért nézzük meg párat, vagy max megemlítjük. Az argentin pamparóka szerencsére nem fenyegetett. De még mondom, említsük meg ezeket, mert akkor már beszéljük ki. Mondjuk azért nincs annyi alfaj, mint a farkasnál, a szürke farkasnál. De jó, még létezik az igazi pamparóka. Igazi pamparóka? Az is érdekes. De igazából
argentin pamparóka, ilyen 50-66 cm hosszú, és a farok ilyen 12-35 cm. Testsúlya pedig ilyen 2,5-4 kg körül van. És igazából ott Argentínában, ahogy neve is mondja, az Andok egyes részein, ott délfele, igazából ott az ilyen síkságokon, pampákon, meg sivatagos helyeken él. Alapjártan kinézett ügyileg neked milyen? Brum, ja? Aha, álmos vagy mi? De akkor rám van még. Ja, amúgy, ha valaki nem tudná, amikor ezt felveszünk, akkor most reggel van még. Lehet, hogy amikor kimegy ez az adás, délután lesz, vagy valami, de ez még reggel van. Azt azért el kéne árulni, hogy 6:30-kor kezdtük el felvenni. Ugye, melyikor nem zak... 6:30. Az kora. Vagy nem, az késő már. Az előző adást azért kicsit korán. Hát azért ilyenkor vesztük fel, csak úgy, hogyha valaki akar van, vagy. Szóval melyikor igazából most nyugodtabban fel tudjuk venni szerintem, mint hogyha most délután vagy valamikor. Na, és akkor még nem tudom. Szerintem ennyi. Most mondtuk, hogy ezekre nem fogunk annyira kitérni. Kinézetügyileg szerintem szép, van ilyen szürkéses, vajszínű, kicsit, hát ilyen, olyan, mint valami, hát ilyen átlag szerintem. Nekem nem a kedvencem amúgy. Mert én abból a pamparóka, nekem, hát szép állat meg minden, de azért nem a legnagyobb kedvencem. Nekem se. A neve az jó. Ja, az, mert ugye a pampákra utal, mert pampáki, azért. Dél-Amerikában ugye az ilyen füves területek, vagy mik azok a pampák, Észak-Amerikában ugye a prérik, Eurázsiában pedig a sztyeppek. Afrikában nem tudom, ott szavanna talán. Ott a szavanna. De Ausztrália, ott is szavanna, nem? Nem tudom, szerintem. Habár Ausztráliában ott szavanna, meg Afrikában max szavanna. Hogyha van. Mindegy, ugyanaz, csak más szóval. Ja, amúgy igen, ugyanez csak más szóval. Akkor még nézzük meg az igazi pamparókát. Ez is nem fenyegetett állapotban van, ami nagyon jó. Ez na, nagyon jó. Na, szerinted milyen? Testsúlya ugye 2,48 kg. Ez szerintem amúgy egy eléggé mi a neve, és bújtalan állat. Na. Túltalan állat. Hát Hát ha nálad sikon, biztos ugye. könnyebb, nálad biztos könnyebb. Na. Szóval, Igen. meg ugye a hímek ugye 10%-kal nehezebbek, mint az eddigi állatoknál, kb. Mindig a hímek nagyobbak voltak. Igen, Hossza... és test hossza 51-80 cm, parok hossza pedig 21-40 Ja. Na, meg cm. amúgy szerintem a kinézete az, ez a szürkés, feketés, fehéres, ilyen, ez nagyon szép. Nekem a pampa rókák közül ez a kedvencem eddig. Eddig ez a kedvencem, az igazi pamparóka, olyan igazi. Olyan igazi, olyan igazi pamparóka. Na, elterjedési területe ugye igazából Észak-Argentína meg a körül van. Igazából Afrika, vagy Afrika? Ázs... Jó van. Dél-Amerika. Dél-Amerika. Hát ilyen délkeleti, kicsit déli, meg egy kicsit a közepe igazából Dél-Amerikának, arra fele él. És természetes ellensége a puma és a kóborkutyák. A puma. Hát a puma az Dél-Amerika másik legnagyobb macska féléje. Érdekes. Na mindegy. Szerintem ennyi a pampa, vagy a igazi pamparókáról. Akkor térjünk át a dél-amerikai rókára, ami mi lett volna majd dél-amerikai pamparóka. Igazából, Brumi, szerinted milyen? Szerintem ilyen, hát az előző az szebb volt, meg ilyen átlagos, de szerinted? Szerintem nem rossz, de Nem. a nem is a legjobb.
Ja, láttam már Hát, szebbet. ez nekem inkább ilyen, hát nagy egérre hasonlít, így fej alapján. Fej alapja, nagy egér. Ez nem rágcsáló pedig. Amúgy ez a nemzetség, vagy nemzet, ez a faj, vagy nem, ez alfaj. Látok, ez egy alfaj. Jé! Mindig. Szóval ez az alfaj. Vagy ez egy faj, váltok. Most hülyeségeket beszélek. Szóval ez a faj. Kicsit belekavarodtam a dolgokba, de ez egy faj. Inkább mondom, ez egy faj. Ha valaki nem tudna. Habár az eddig pamparókak is mint fajok voltak. Jó van. Szóval ugye ő természetvédelmi státusza, ugye mérsékelten fenyegetett, ami hát, jobb, mint a sebezhető vagy a veszélyeztetett, de azért mégse olyan jó. Legalább nem veszélyeztetett. Meg igazából súlya ilyen 2 és 4 kg közötti testtömege, szóval testhossza ilyen 50 és 78 cm közötti, a farok meg ilyen 27-34 cm hosszú. És igazából elterjedési területe ott a Ecuador, Peru és Ecuadorban van arrafele. Azoknak is inkább a óceánhoz közeli részén, szóval azért nem olyan nagy elterjedésű állatról beszélünk itt. Kicsi helyen van elterjedve. És hát a fajnak a egyed számát 15 ezerre becsülik, szóval azért megértem, hogy lejjebb rakták a nem fenyegetettről, mérsékelten fenyegetettről. Azért az nem sok. Hát igen, belegondolsz. Abban van olyan átfaj, például a milyen medve, a Gobi medvének meg ilyen 36 vagy 32 egyed van már csak a vadonban. Na, nagyon, nagyon durva. Valaminél meg több millió. Sőt, több milliárd embere. Valami biztos, hogy az Emberek. emberek külön elcsesztek. Ja, szerintem is elrontottak. Elrontottuk, inkább így beszéljünk, mert akkor... Mi nem emberek vagyunk. Ja, miért kellett? Ne! Most mindenki tudja, de emberek vagyunk a fene. Vagy nem fene. Valaki gondolta volna, vagy nem gond, vagy gondolta volna, akkor mi emberek vagyunk, csak úgy mondom. Deres. A deres róka még itt van a pamparókáknál. És a deres róka ugye nem fenyegetett. Nem fenyegetett szerencsére. Na. Rumi, mi a véleményed a deres rókáról? Hát az eres róka, az nem az, az fura. Fura? Nekem inkább ilyen 10 per 2 ez. Hát, nem tudom, nekem olyan hasonlít az előzőhez szerintem, eléggé. Ugyanaz a szín, szint, jó, nem biztos, nem feltétlenül, de ilyen szürkés, vöröses, vagy nem, ilyen szürkés, sárgás kicsit. Nem az a legegyedibb. De amúgy igazából elterjedésügyileg ott Brazília bozótos és füves pampáin, él, vagy ilyen szavannáin, de pampa, ott pampák vannak. Igazából 3-4 kg a testtömege, magassága ilyen 33 és 37 cm, hosszuk ilyen 58-51, és a farkuk hossza ilyen 25-35 cm. És a hímek ugye valamivel nagyobbak, mint a nőstények. És az az érdekes, hogy tudod, mondtuk, hogy a színe ilyen sárgásas, vajas, szürkés cucc. De egyes megfigyel, vagy voltak olyan megfigyelések, a fekete színű példányt figyeltek meg. Szóval vannak más színűek is. Na, szerintem végeztünk a pamparókával. Végre valaha. Végre valahára. Srácok, azért még van pár állatfaj, szóval még fogunk beszélgetni egy darabig. Szerintem legyen a következő a sörényes farkas. Jó, sőt, az ebbe, hogy ezt úgy is csinálhattuk volna, hogy két részre osztjuk, de... Hát lehet, úgy is megcsináltuk volna, de most szerintem így jobb, egybe rakjuk, mert azért... Ha egy kicsit
több idő lesz, mire elkészül ez a podcast, mire kimegy majd YouTube-ra, de nem érdekel. Így lesz. Szóval, sörényes farkas. Szerinted milyen a sörényes farkas? Ez... hogy mondjam? Ronda, jó, kimondtam. Szerintem nagyon nekem... fura. Talán a kutyafélék között a legfurább. Nekem nem jön be nagyon. Hát ugye ez egy eléggé furán kinéző kutyafél. Mit nem mondjak én is. Én, de mondom, megmondom őszintén, én nagyon szeretem. Én szeretem, veled ellentétben. Én egyenek talán, hogy ilyen hosszú lábai vannak, bár nem tudom, hogy ez mennyire... szóval igazából a sörényes farkast elég furcsának tartom én is igazából. A lábai eléggé hosszúak, amit mondtunk, meg szerintem a színe az nagyon szép. Nekem nagyon tetszik, hogy ilyen vöröses... A sörény meg ezek a hosszú lábak így együtt, ja, nagyon fura. De mondom, szerintem ilyen tökre szép, hogy ilyen vöröses, a farka ilyen fehéres, a lába ilyen feketék, meg van egy ilyen sötétes szín, a feje ilyen sötétes, vöröses, meg van ilyen fekete sörényszerűsége, amiről ugye a nevét is kapta. Meg még amit különösnek találok, hogy egész nagy fülei vannak, meg a feje is olyan nagyon fura, szóval én nem szeretem. Rumi? De? Nincs több mondani való ehhez. Tudom, hogy nem szereted, de nem baj. Én nagyon szeretem. Ugye az állat Dél-Amerikában van elterjedve, ott is Brazíliában, Bolíviában, Paraguayban, Argentínában, Uruguayban, meg az ilyen helyeken, vagy Uruguayban már sajnos kihalt. Igazából. És az ilyen füves, bokros pusztaságokon él, meg a mocsár vidékeken is. Az állat ugye Dél-Amerikának az ilyen kelet, meg középi részein van elterjedve igazából. Sajnos a természetvédelmi státusza nem mérsékelten fenyegetett, ami azért nem a legjobb, de még mindig jobb, mintha sebezhető, veszélyeztetett, vagy súlyosan veszélyeztetett lett volna, vagy lenne. Hát te arra azt mondod, hogy sajnos, hogy nem fenyegetett, hogyha nem fenyegetett. Nem fenyegetett, hanem mérsékelten fenyegetett, vagy... Igen! Ja, mérsékelten. Sajnos. Mi? Ez nem jó dolog. Jobb. Hát rosszabb, mint a nem fenyegetett, de jó, még mindig jobb, mint hogyha veszélyeztetett lenne. Alapjáraton amúgy az állat testhossza ilyen 120-130 cm, a farka 30-40 cm, a magassága ilyen 74-78 cm, és a testtömege ilyen 20-23 kg. És amúgy szerintem ez a legmagasabb farkas, szerintem, ez a kutyaféle. És igazából az életmódja, hát többnyire magányosan és éjszaka vadászik, esetleg igazából párban. És az állatok, amikre vadásznak, ugye kis termető emlősök, ugye rágcsálók, madarakra, hüllőkre, rovarokra is vadászik valamilyen szinten. Valamint hosszú lábai miatt valakik régebben lehet, hogy úgy hitték, hogy gyorsan tudott futni, de amúgy nem olyan, nem kitartó futásra termett egy állat. És a természetben átlagosan 12-15 évig él. Szóval, ja. Szerintem úgy ennyi. Ja, meg egy kis érdekesség, hogy ilyen guara, az jelenti a neve, vagy szokták úgy is hívni, hogy guara. Lehet, hogy mondtam már, de nem tudom. Most így. Szerintem ennyi a sörényes farkasról. Ja, szerintem is. Na, már nézzük a kutyák közül még egyet, az utolsót talán. A erdei. Jinx, na, lesz. Erdei kutya. Grumi, mi a véleményed róla? Hát nekem az, hogy amúgy nagyon szépek, de mintha így a kép alapján mondom ezt most, mintha így kisebbek lennének. De amúgy nem olyan nagyon picik, nem olyan nagyon picik, ilyen 57-75 cm hosszúak, a farkuk meg 12,5 és 15 cm. A magasságuk meg 20 és 30.
Tömegük pedig 5 és 8 kg között változik. Szóval azért nem olyan nagyon picik. Szerintem is amúgy nagyon szépek. Nekem kedvenceim között van, a top 10-ben simán benne van. És ugye sajnos ez is, ugye, vagy igazából ez is mérsékelten fenyegetett természetvédelmi státuszban van. És amúgy szokták őserdei kutyának is hívni, nem tudom, én az erdei kutyát gyakrabban használom, de a másik is igazából szoktam néha. Szerintem a erdei jobb. Ja. És igazából fogságban 10 évig is élhet, valamint amúgy ahol él, ez is Dél-Amerikában, amúgy az utóbbi állatok Dél-Amerikában élnek csak. Szóval Dél-Amerika északi területén igazából ott az esőerdő környékén, ezért is nevezik erdei vagy őserdei kutyának, mert ugye azon területeken él, a dzsungelekben, de igazából a pampákig terjed a területe, ahol él. Így ilyen észak, észak-kelet és ilyen közép Dél-Amerikában van. És Magyarországon van, csak a Szegedi Vadas Parkban látható, mint állatkertszerűségben. Így ott vannak példányok. Na mindegy. Brumi, még valami hozzáfűzni valót ez az állathoz? Nem szokik el, ja, szerintem is. És nem utolsó sorban a kutyáknál, a kutya nemzetségeknél említsük meg a falklandi pamparókát, mely ugyan már kihalt, 1876-ban már sajnos kihalt. És ugye, mint ahogy neve is mutatja, a Falkland szigeteken élt, Dél-Amerikában. És körülbelül kettőször akkora volt, mint az Európában élő rókák. És igazából sajnos ez kihalt, szerintem amúgy nagyon szépen néz ki, de vásár is nincs köztünk. Brumi, neked valami is? Ez szerintem amúgy egy nagyon rossz dolog, hogy így ennyire megint így kiírtják ezeket. Ja, kiírtották. Bajnulat. Hát a kialás az nem egy jó dolog, de úgymond természetben abban is megtörtént volna. De az természetes körülmények között nem, úgyhogy az ember írtja ki. Igen, de akkor is. Na. Szerintem az szörnyű dolog, hogy ennyire ki kell őket írtani. Ja. Szerintem most ennyi róla. Ja, és szép, csúnya, vagy valami ilyesmi. Szép. Szerintem is. Az a olyan jól néz ki igazából. Na. Akkor most rátérhetünk a rókákra. Most jönnek a róka nemzetségek. Ugye a kutyafélék közé. De vannak ez kutyák, rókák. Tessék. Ez lesz a fele, az már biztos. Nem. Na mindegy. Kezdjük szerintem a nyest kutyával. A nyest kutyával. Na, pont egy kedvenc. Neked? Uh-huh. Nekem is nagy kedvencem. Ez olyan nálam, ez a kutyaféle, mint a medveféleknél a kodiak medve. Nagyon szép. Egyszerűen gyönyörű. A nyest kutya igazából nem fenyegetett, szerencsére. Nem biztos, hogy szerencsére. Tessék? Na jó, de szerencsére inkább. Szerencsére védett, vagy nem fenyegetett. Szerintem úgy nagyon szép. Ugye, amúgy nem tudom. Kicsit olyan kutyaszerű, de mégis valamilyen szinten róka. De úgy, szerintem ez a többi rókára nem igazán hasonlít. Most így. Szerintem most fejben igen, de többiben nem. Ja, max fejben, de meg ilyen az én nyest kutya, meg kicsit hasonlítanám a nyestekre. Megjelenésügyileg amúgy testhosszén 55-65 cm magassága, hát ilyen 20 cm, több mint 20 cm, testtömege pedig ilyen 4-6 kg között van. És igazából
Hát nem olyan hatalmas, de szerintem nem szép. Igazából eredeti hazája, ott Szibéria, Mandzsúria, Japán, igazából, meg Japán tundra és erdősége, ott Kelet-Ázsia, ott hát maximum nagyon picit Dél-Kelet-Ázsia, viszont Európába is behatolt, gondolom behozták az emberek. Európában is megtalálható igazából emiatt, és Magyarországon is vannak nyesputyák. Én amúgy tartanék egyet, szívesen tartanék, szóval de én nem tartasz akkor. Mert nincs rá lehetőség. Miért? Meg tudod Ja igen, csinálni. nem tudom megvenni vadállat, vadállatokat nem Milyen tartom. állatkertben van? Nem tudom, meg amúgy a Duna deltájánál szokott lenni, és amúgy Magyarországban egész évben vadászható állatfaj. Mert, hát igen, mert ugye ha belegondolsz, akkor én megértem, hogy miért vadásszák, vagy vadászni lehet Magyarországon, mivel ez egy nem őshonos, hanem ez egy behozott állatfaj. Szóval megértem, de nem örülök annyira. Mondjuk, mivel nem ebbe a faunám, vagy igazából nem ebbe az ökoszisztémába tartozik eredetileg, ezért hát vadászni lehet. Én emiatt nem vagyok szomorú. Megértem igazából. Na. Vadászni lehet, az abban jó, hogy ugye sokan vannak, azt jelz. Ja, csak Európában eléggé el van terjedve, pedig nem ez az igazi hazája, de az előző állatokkal ellentétben legalább ez nem észak, vagy nem Dél-Amerikában élt, mert az előző kutyafélék szinte jó, hát jó része Dél-Amerika. Na, szerintem anyas kutya ennyi volt. Még annyit tudok hozzáfűzni, én, hogy gyönyörű, hogy gyönyörű, vagy egyszerűen ez, nekem ez a kedvenc kutyafélem. A mai élők közül. Ők a ősiek között, nem tudom melyik. Az ősi kutyafélek közül nekem az óriás farkas, ami a legközelebb áll hozzám. Na, mindegy. Brumi, még valami hozzáfűzni való a kutyafélékhez? Így. Vagy ez a kutyaféléhez, ez a rókához. Ja, szép. Azt most szerintem is mondtam. Akkor a róka. Most a róka következik. És annak is különféle most, hát fajai. Melyikkel kezdjük? Válasz egy rókát. Egy rókafaj. Már inkább most összekeveredtem most az Na én. mindegy, akkor választok én. A vörös róka. Talán a leghíresebb. Nem tudom, a kutyafélek közül talán ez az egyik leghíresebb a farkas után. Farkasok után ez? Szerintem. Ez nem fenyeget. Hát jó. Nem fenyegetett, hát ennek örülünk. És mi a véleményed a rókáról? Kedves barátom. Mert te szereted a rókákat, ugye? Te jobban szereted a... Nem a kedvencem. Nem a kedvenced? De ez a kedvencem. Ja, ez a kedvenced mindközül. Ja, és erről beszéltem amúgy, mert ugye eléggé el van terjed, amúgy eléggé el... Ez egy nagyon... Ez három kontinens, sőt négy kontinens... Bocsánat. Öt kontinensen elterjedt élőlény, ugye él Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Észak-Afrika felső területein, valamint az emberek olyan okosak voltak, hogy behurcolták Ausztráliába, hogy ott majd vadászik az üregényulakra, mert Európában például azt vadásza valahol, de nem azokat vadásza, hanem a kisebb, hanem az elszínesket, mert azokat könnyű elkapni. Szóval az emberek egy megint olyan okos döntést hoztak, hogy behurcolták Ausztráliába. Szóval ennek én nem örülök. Na mindegy. Igazából megjelenés ügyileg a vörös róka igazából egy ilyen 45-90 cm hosszú. A farka ilyen 30-55 cm. Testtömege meg ilyen 13, szóval ilyen 3 és 14 kg közötti. Szóval azért nem olyan nagyon pici. Ugye? Hát, nem olyan pici. Vagy szerintem.
Meg amúgy igazából ilyen, hát mivel? Táplálkozik szinte minden kis állattal, ilyen egerekkel, pockokkal, meg ilyenekkel, ugye nyulakkal, Ausztráliában természetesen a erszényesekkel sajnos, vombatokkal, meg ilyenekkel ott sajnos. Szerintem amúgy ennyi most róla. Nem lehet olyan sokat. Aj, mi van már megint? Szerintem akkor legyen most a sivatagi róka a következő. Talán az is még az ilyen híres, vagy nem tudom milyen. Szerintem ezekről nem kéne sokat beszélni. Nem. Na, Nem. a sivatagi róka, ez fura a fülekész. Nem. Szerintem is amúgy eléggé fura, ugye azért vannak ekkora fülei, hogy minél több hőt tudjon leadni magából. Főleg Ugye? akkor itt a teste. Hát például az afrikai elefántoknál is ugyanez van. Ugye azért van ekkora, azért van nagy fülük, meg olyasmiük, hogy könnyebben ki tud, vagy le tudják adni a hőt. Ugye alapjáton a hossza ilyen 24-40 cm, a farka ilyen 18-30, és a tömege ilyen 0,7 és 1,6 kg körül, szóval egész könnyű. És igazából, ahogy említettük, igazából ilyen a sivatagokban él, ott Afrikában, Észak-Afrikában, a Színai földön, és Arab félszigeten, vagy Sínai félszigeten, igazából ott arra fele él. Szóval még igazából Ázsiában is ott van. Ázsiában, ilyen. Dél-Ázsiában, szóval arra fele él. Hát igazából táplálékai a kis rovarok, meg gerincesek, amik a sivatagban előfordulnak. Szerintem ennyi. Drumi, válasz egyet, egy rókát. Egyes állások közül. Persze. Legyen az ezüst hátul, ha jól olvastam. Ezüst hátul róka? Ja, nézzük azt. Ugye, szerinted milyen? Szerintem kevés róla az info, amit tudunk. Hát én nem vagyok annyira otthon a rókákban. De amúgy szerinted hogy néz ki? Szerintem az a kép, ez egy nagyon rossz kamerával készült. Igazából lényegtelen, hogy milyen kamera, csak a állatról mi az info, vagy a kép, szerinted a vélem, hogy szép. Nagy a szeme, szép, nagy a szeme, gyönyörű. Van lába, van farka, van füle. Na jó van. Nem tudom, nekem olyan semleges. Olyan nem rossz, nem csúnya, nem is a legszebb. Olyan semleges nekem. Alapjáton a ezüst hátú róka igazából Afrikában. Angolában. Hát igazából Afrikában. Afrikában él. Dél-Afrikában, Dél-Afrikai Köztársaságban. Igazából Dél-Afrikában honos. Ott a sivatagos területeken. Igazából kisemlősökkel, hüllőkkel, dögökkel táplálkozik, valamint a rovart és a gyümölcsöt se veti meg. És igazából ennyi róla. Ennyit beszéltünk róla. Én szerintem most akkor legyen a sarki róka. Még valami híres, mert talán meg ez is a, ez a harmadik leghíresebb róka, nem tudom igazából. Szerinted milyen? Melyik sarki? A sarki. És északi sarkvidéken él. Nagyon szép. Nagyon szép. Második kedvencem. Az össz, a kutyafélek közül, vagy a rókák közül? Az összes közül. Oké. Ezt jó volt tudni, azért nem mindegy. Nem mindegy a kettő. Ugye az északi sarkvidéken él, amúgy szerintem is nagyon szép ilyen. Hát a vizé tipikus ilyen a hideg, havas, éghajlatul alkalmazkodott kinézet és védő réteg. Ja. Ugye Észak-Amerikában és Eurázsia területein él, valamint Grönlandon és Izlandon is. Ugye itt a tundra éghajlaton.
ott az északi sarkvidéken. Hát hossza ilyen 55-70 cm, és ilyen 30, körülbelül 30 cm hossza a farkuk, és ilyen 25-30 cm magasak, valamint testtömegük 2 és 8 kg között változik. Meg a, igazából a, ezek a sarki rókák, ugye a bundájukat, hát amikor már nincsen hó, megolvad a jég és minden, és akkor ott kizöldül a táj, akkor ilyen feketés szürkésre színűre vedlenek, és igazából így amúgy alkalmazkodtak valamilyen szinten ahhoz, hogy télen fehér, nyáron feketen. Vagy ilyen szürkés, vagy ilyen sötétebb szín, hát azért. Az a fehér, az nagyon kitűnik a tömegből. Na mindegy. Életmódja igazából meg sarki nyulakat, madarakat, tojásokat, meg kisebb rágcsálókat fogyaszt, mint a rókák igazából többségben. Mindegyik róka ilyen kis... Mennyi róka amúgy elég volt, ilyen átlagos? Nem tudom. Szerintem még legyen az indiai róka a következő. Ja, és amúgy a sarki róka nem fenyegetett, szóval ennek örülünk. Na, ez az indiai róka, hát ezen látszik, hogy indiai. Ez semmi rasszista dolgot nem akarok mondani. Megsértettük most. Most megsértettük az indiai embereket is. Benne. Sajnos. Nem hittem volna, hogy ilyen valaha is történik. Na, mindegy. Szerintem ez is ilyen átlagos, mint az a másik, ami volt. Az a ezüst hátulók, ez is olyan átlagos, szerintem. Nekem ilyen semleges. Nekem is. Igazából nem akkor fe... Vagy, mondjad, mondjad. Van nekem egy kicsit így magasnak tűnik. Igazából, hát magassága ilyen, hát ilyen 26-28 cm. Hossza 50, farka pedig 25-30 cm. A tömeg az meg 3-4 kiló. Hát igen, ez is a félkézzel feldomó égig. Szeren... Mármint... ja, mármint, hogy mi. Szóval, szerencsére amúgy nem fenyegetett, ennek örülünk. És akkor Pakisztán... Ja. Szerencsére. Igen? Szerencsére, azt mondtam. Ja, senki okay, más nem hallott mást. Ja, igen. Pakisztánban, Indiában, Nepálban, meg ezeken a helyeken honos, ugye. És szokták amúgy bengáli rókának is nevezni. Brumi, te hogy vagy ezzel? Indiai róka vagy bengáli róka? Vagy egyik sem? Inkább indiai. Ja, nem én tudom. Szeretem Indiát. Na, szeretem. Imádom Indiát. Imádjuk mi? Na, jó. Én nem. Na, jó van. Szóval táplálékát ugye rovarok, hüllők, tojások, kisebb emlősök, ilyen, és gyümölcsök teszik ki. Amúgy kb. Minden ilyen róka, meg ilyenek esznek növényi táplálékot, szóval nem, ezek se 100%-osan ragadozók, mint a medvék például. Ezek is esznek növényeket, csak nem annyit. Azért a medveféléknél van olyan, ami jó volt, ami szinte csak növényt teszik, például a panda. Na mindegy. Szerintem végeztünk az indiai rókával, nem? Gondolom rókából már nem kell több négyes. Legyen még az afgán róka. Amelyik? Afgán róka. Ez amúgy nekem jobban tetszik, mint az az ezüst róka, meg a... vagy ezüst hátú róka és a előző indiai róka. Nekem tetszik. Ilyen érdekes. A feje is olyan furcsább, olyan kicsit ilyen sivatagi rókára hasonlít. Csak ilyen sötétebb a szőrzete. Füle is kicsit nagyok, csak nem annyira, mint a másiknak. Ugye ez is szerencsére nem fenyegetett, és ez az állat Ázsiában és Afrika egyik legészakibb csücskében található meg. Ugye elterjedt Afganisztánban, Egyiptomban, Iránban, Izraelben, Jordániában, Ománban, és ilyen helyen, és ezeken körülbelül. Errefelé. Igen.
A test igazából a test hossza ilyen 42 cm, a farka ilyen 30 cm, súlya pedig 1 és 3 kg közötti. És a megjelenés egy kicsit a mongúzéra hasonlít. Kicsit, amúgy tényleg egy picit ilyen mongúzos. Aha. Valamint az ez kizárólag ilyen éjszakai állat, és több gyümölcsöt eszik, mint a többi róka, szóval ez jobban növényevő. Amúgy igen, a rókákban ez a különleges, hogy milyen sok gyümölcsöt esznek. Pedig Ja. azt hinnéd róla, hogy ragadozó, Ja. amikor nem. Ja. Át kell Olyan. bírni a nevét ennek a podcastnek, mert a minden evők Ja. podcast. Ja, ahogy most. Ahogy igen. Eddig a medvefélék közül mindegyik táplálkozik növényen, és mégis ragadozók. A kutyaféléknél is szinte mindig táplálkozik, ha csekély mennyiségű növényel, akkor is, akkor mégsem ragadozó. Haj. De vannak olyan állatok, Nem amik is csak. léteznek ragadozók, ki fog Ja. derülni ez. Ja. Fején derítünk az igazságra. Na, és Igazából igazából igaz. szerintem ennyi. Szerintem most ennyit róla. Na, kb. Azzal táplálkozik, mint a többi róka. A következő szerintem legyen a pusztai róka. Egy tücsök megijesztett. Tücsök. Ó, Ja. hát ez nagyon szép. Pusztai róka. Érdekes, szerintem ilyen fura. Neked mi a véleményed róla? Szerintem nagyon szép. Az jó. Szerencsére ez is nem fenyegetett. Azzal, hogy ilyen mély fehér, na, nagyon szép. Na, meg amúgy Közép-Ázsiában és Mongólia sztyeppein és félsivatagjaiban és sivatagjaiban él. Ami miért nem azt mondják, hogy Mongólia pusztáin, ugyanaz. Ja, puszta. Minek ennyi névet kitalálni? Ki volt ennyire hülye? Nem tudom. Na mindegy. Meg alapjáton hossza kb. Vagy körülbelül ilyen 65 cm és 1 méter között van. És abból pedig 20-35 cm tesz ki a farka. Igazából a felnőtt állatok súlya elérheti a 1,5 és 3 kg testtömeget. Hát az nem sok. Hát azért nem olyan sok. Hol tartom, mondjuk? Hát igazából testalkata amúgy sokban hasonlít a vörös rókáira, habár kicsit azért másabb a színe. Ez meg pont ilyen vajszínű, meg ilyesmi, szóval másabb. Igazából szerintem ennyi róla. De akkor már végre egy másik ilyen Na, nemet is, és akkor nemzetség. jöhet a fakóróka. Nézzük, ez mi? Fakóróka. Akkor nézzük az mi. Nézzük, az mi. Jó van. Szóval a fakóróka igazából szerencsére ez is nem fenyegetett. És Hát ez érdekes. Ez nekem fura. Nekem nagyon sus. nagyon sus. De nekem nem. De olyan érdekes, nekem tetszik amúgy. És ez a Szahel övezetben él, egy ilyen vonalon köbben, ilyen Észak-Afrikában. Ott Észak-Afrikában olyan. Igazából a külső, vagy igazából a test hossza ilyen 38-45 cm és 28-29 cm hosszú farka van, magassága 25 cm és a testtömege 1,5 és 3,6 kg között mozog, szóval ez se sokkal nehezebb, mint az előző. És igazából úgy éjszaka állat valamilyen szinten, mert az ilyen meleg van, nappal valamilyen szinten. És igazából
hasonló. Ez ilyen sivatagokban meglévő kis állatokkal táplálkozik, vagy valami kasmikkel. Szerintem ezzel a fakórókával is végeztünk, most így nem annyira beszéljük ki ezeket, mert rengeteg van. Már így is 2 óra plusz minimum. Ja. Már ott tartunk. Szerintem a következő legyen a homokiróka. Mi a véleményed, bro, a homokirókáról? Várjál, most homok vagy hó ott a képen? Ez... Várj. Vagy más Ez sós dolgok? igazából attól függ, hogy hol van, mivel vannak olyan sivatagok, ahol ugye hó esik, esett hó. De... Azt mondom, hogy ez valami hó-mokiróka, vagy mi? Hó-mokiróka. Jó, van, hagyjuk. Szóval igazából Észak-Afrikában irányig terjedő területen, szóval Észak-Afrikától irányig. Szóval itt Észak-Afrikában is ilyen Dél-Ázsiában, ilyen Dél-Nyugat-Ázsiában ilyen arrafele. Itt az Ibériai félszigeten még eléggé el van terjedve. Ugye a test hossza ilyen 40 48 cm és ilyen 30 hát 40 cm a farka. Ahogy Ja, bármi is történik, én itt vagyok, csak igen, csöndben vagyok. Ebből még nem szeret annyira beszélni az eddigiekből, kifolyólag. Én egy kicsit sokat beszélek hozzá képest. De ez a lényeg, hogy te sokat beszélsz mindenről. Az miért De baj? meg... Vagy az miért jó? Mert így meg... Én meg semmiről keveset. Semmiről keveset. Az jó. Na mindegy. Meg kb. Ilyen 2 kg-os testtömege van, és ilyen 30-35 cm magas. És amúgy egy kis érdekesség, hogy a homokiróka így a bűz jelölivel vagy a bűz ilyen Ez az tudcával. nagyon sós róka A bűz akkor. mirigyeivel jelöli meg igazából a területét. Az amúgy logikus. Vannak olyan állatok, amik Igen, ilyet használnak. Na, valami... Szerintem most jött a... Kitróka. Milyen jó neve a kitróka. de kit róka. Ja. Szerencsére ez is nem fenyegetett. Amúgy nem tudom. Ez szerinted mi? Eléggé fura most ez. Így. Rumi, szerinted? Szerintem kicsit fura. Érdekes, érdekes. Amúgy szerintem ez a kép az jó róla, hogy így röhög mindjárt. Na, hogy elröhögöm magamat. Amúgy Már úgy sem néz ki. az Amerikai Egyesült Államokban és Mexikó területén él. És igazából élőhelye az ilyen sivatagos, vagy inkább félsivatagos területek. Test hosszén 52 cm, és ebből az 52 cm igazából 32 a farka, szóval amúgy nem olyan nagy. Vagy 32. Eléggé alacsony, per Elég kicsi vagy, hogy kicsi. mondjam. Ja, és testtömege 2,7 kg. Na, szerintem amúgy ennyi. Meg ilyen átlag ez is, nem tudom, nekem ezek a rókák ilyen átlagosak, eléggé hasonlítanak egymásra. Hát igen, ezért szeretem őket. Az. Könnyű megjegyezni. Csak azt mondom, hogy melyik melyik. Na mindegy. És akkor még van a préri róka, ami szintén nem fenyegetett, ami tökre jó, ezek a rókák, ezek nem fenyegetettek. Legalábbis a fajok, az alfajok lehet. Na most alfajokra itt nem térünk ki, mert az még hosszabb lenne. Igazából, ahogy a neve is mondja, mert préri, Észak-Amerika füves síkságain félsivatagjúban él. És a közeli rokona amúgy a kitróka, az előző. Szóval, meg amúgy szerintem ez szebb, mint a kitróka. Amerikában létezik?
Tessék, Észak-Amerikában él. De ott is létezik, vagy csak ott él? Hát ott is létezik egy olyan. Maga ne. Mindegy. Igazából magasság egy ilyen 30 cm, testhossza ilyen 34-53 cm, és a farok hossza 22-35 cm. Nem Hát és körülbelül 2-3 kg. Ezek a rókák, ami nem olyan nehezek. Meg a kutyák igen. is alapjáton ilyen izé. Ezt még én is felemelem. Az... Ja. Igazából... És amúgy hát igazából 3 és 6 év között él a vadonban, addig él köböl. És szerintem erről ennyit. Szép. Ami ez jó, ez tetszik, ez amúgy nem rossz. Nem olyan rossz. És akkor végeztünk szerintem a rókákkal, a rendes rókákkal. És akkor most jön a szürke róka, szerintem, mint róka Meg nemzetség. a fasz rókák. A szürke róka, mint róka nemzetség. Szerintem a rendes szürke rókát nézzük meg először. Ez az Idéka. nem fenyegetett szerencsére. Jó, nekem ahogy ez tetszik, ez nekem nagyon tetszik. Ez jobban tetszik, mint a sima róka, az a róka nemzetség. Ez jobban tetszik. Nekem viszont igen, ha. Jaj. Nekem meg nem, szerintem ezek mások. Na igen, ezért is vannak külön nemzetségben igazából. Nem. De, vagy mi van? Mit mondtál Azért, előbb? mert én azt mondtam, hogy ott lesz. Ja, hogy te mondtad ezt, te javasoltad. Igen. Ah. Ez Na még mindegy. ez fel van írva, ami nem BIOS könyvben, nem tudtad? Na mindegy. Amúgy az Észak-Amerikai Egyesült Államok középső részén, és hát ilyen Mexikóban él még. Meg behatoltam, hogy Dél-Amerikában is van olyan szinten. Észak-Amerikának a déli részén, Közép-Amerikában és Dél-Amerika legtetején, legfelső csücskében él. Igazából a megjelenése igazából hossza egy ilyen 52-73 cm, a farok hossza egy ilyen 28-40 cm, és a testtömege 2,5 és 7 kg közötti. Na, ez amúgy már nehezebb, mint az előző rókák. Nem? Aha. Ez így érdekes. Meg a bundája igazából túlnyomó részt ilyen ezüst szürke, de nekem nagyon tetszik, hogy vannak benne ilyen vöröses, meg fehéres, meg ilyen bajszínű részek. Nekem emiatt tetszik jobban, mint az alapróka. Meg amúgy túlnyomó részt így éjjel táplálkozik, éjjel megy vadászni. A szabadban igazából 6 évig is élhet. Fogságban 12 évig él. És különféle rágcsálókat és madarakat az eszik. Rákcsáló. Rák, csáló, igen. Akkor egereket is eszik, meg ilyeneket, ilyen madarakat. Nem rákokat. És gyümölcsöket is valamilyen szinten. Hát de ha rákcsáló, akkor nem rákokat eszik. Nem tudom. Na mindegy. Akkor menjünk egy másik fajára, ami sajnos nem fenyeget, vagy nem fenyegetett. Sajnos nem fenyegetett, Nem, ilyen. sajnos nem fenyegetett, hanem súlyosan veszélyeztetett. Sajnos. Ez talán az eddig legjobban veszélyeztetett rókafaj, vagy nem, kutyaféle a vörös farkassal együtt. Szegény szigeti meg csak élni akart, erre megölték. Igazából a szigeti ezüst róka, vagy szürke róka, igazából a szigeti szürke róka. Igazából a Channel szigeteken élt kizárólag. Azokon is az ilyen préri részein. És alapvetően amúgy a legkisebb rókafaj az Egyesült Államokban.
Átlagosan ilyen 2 kg. A test hossza meg ilyen 59-79 cm, farok hossza 11-29 cm, magassága pedig 12-15 cm, szóval hát, nem tudom, kicsi vagy nagy, átlagos. Nem rossz. Igazából ez is éjjel aktív, mint amúgy a rókák többsége. Gyümölcsök, rovarok, madarak, tojások, rákok, gyíkok, Tojások, azok is aktívak. Nem, ezeket fogyasztja te. Meg Ja. kisebb emlősöket fogyaszt. Igazából. Ezekkel táplálkozik. Na. Kicsit félreértettem. Ja, te mindenfélre értesz. Na. Na, légy tudom a helyet. Na mindegy. És akkor már csak egy izé maradt, mert szerintem ennyit erről. Már amúgy kb. Ugyanúgy néz ki, mint a másik szürke róka. Hát ja. Nekem Várj, a szürke róka ez csak. tudom, a szigeti szürke róka ugyan, hát eléggé hasonlított a másikhoz. A sima szürke rókához. Ami az utolsó, amiről beszélni akarunk, az hogy nagyon hasonlít, Hát de hasonlít. semmi. De a kettő hasonlít, mert igazából csak a fajok. A fajok valamilyen szinten hasonlítnak egymásra. Na mindegy. Már csak igazából egy maradt. A lapátfülű róka. Hát ő nagyon sus. Nagyon fura. Igen. Igazából a természetvédelmi státusza nem fenyegetett szerencsére. Viszont nekem ez nagyon tetszik, nem tudom. Ez jobban tetszik, mint a ilyen rókák, az ilyen sivatagi róka, ez is körülbelül olyasmi, csak ez ilyen szép, nem tudom. Amúgy Érdekes azt a füle. akartam mondani, hogy ez neked nagyon hasonlít az egyik kedvenc állatodra. Melyikre? Nem emlékszel rá? Az ersz, az ére, a milyen a sörényesre? Sörényes farkas? De az nem az egyik kedvencem. Nem a kedvencem. Melyikre? Mondjad. Hazudtál akkor. De melyikre mondjad? Hát pont arra. A T betűsre? Igen. Arra miért hasonlítana a Tilakosminuszra? Miért ne? Nem hasonlít rá, az egy ersztönyös, az Ilyen meg is egy... minden hasonlít mindenre, arról szól az egész. Nem, na mindegy. Amúgy Dél és Kelet-Afrikában él. Arrafelé él, igazából lapátfülű kutyának, vagy kanálfülű kutyának is szokták hívni. Szerintem a lapátfülű róka a legjobb. Ez amúgy annyira érdekes ez a fej, most Ja. komolyan, hogy bírja el azt a fület? Nem olyan nehéz az a fül. Hát de az a, de mondom, az a fül az nem olyan nehéz. Szerintem legalábbis Jó, nem. az az van. Jó, van, nem mindegy. Amúgy a hossza az ilyen 50-60 cm, a farok hossza 30-35 cm. Igazából válmagasság ilyen 35-40 cm, füle pedig 11-13 cm hosszú, szóval tényleg nagy azért. Meg a teste meg ilyen 3-5 kg. Szóval igazából, hát bizony szép. Meg nagy, már nem olyan nagy pici. Fogságban amúgy akár, vagy legfeljebb 13 évig is él. Hát ilyen 13-14 évig simán elő. Ez amúgy tökre jó. Ez is ilyen 14. Na, még valami erről a lapátfülű rókáról? Ez elég volt, az Azon elég kívül, hogy sem. eléggé szép. Szerintem amúgy még említsük meg, amúgy várja. Szóval srácok, akkor azt akartam igazából mondani, hogy még megemlítjük az óriás farkast, ami igaz,
már egy kihalt, fosszilis állatfaj, viszont a csatornához igazából ez közel áll, úgymond a kihalt állatok, mert erről szól a lényegében a csatorna. Viszont ugye mondtuk mindig mondjuk a podcastben, hogy a ragadozók rendjébe tartozó ma élő állatokról fogunk beszélni, de szerintem jó, hogyha megemlítünk egy-két kihalt állatfajt is. Például most ilyen volt a floridai farkas, meg most ez a óriás farkas. Szóval akkor most erről fogunk egy ilyen kis véleményt mondani. Na, akkor Brumi, szerinted milyen az óriás farkas kinézetre? Szerintem Szép. Nagyon szép. Na most és kicsit jó akkor. lenne, ha még mindig élne. Hát akkor az nagy lenne. Hát igen, nagy lenne. Nagy lenne. Mert... A szó szerint óriás lenne. Ja. Ugye... Angolul olyan rémfarkas, vagy valami rémes farkas. De amúgy ismert ilyen förtelmes kutya néven is, szerintem az óriás farkas a legjobb. Én így szoktam hívni, a förtelmes kutyát soha az életben nem hallottam. A rémfarkas meg az az angol. Valakik úgy hívják, én a óriás farkas jobban szerettem, habár a rémfarkas az valamivel találóbb igazából. Brumi, te melyiket szereted jobban? Óriás farkas, rémfarkas vagy förtelmes kutya? Szerintem rémfarkas a legjobb rá. Én megmondtam, hogy az óriás farkas szeretem. Na, legalább nem ugyanaz a véleményünk. Ez így jó. Most, hogy nem, ezért, hogy mindenki hogy másabb a véleményünk. Szerintem amúgy gyönyörű volt az állat, vagy ha igazából ki, ahogy kinézett, ilyen szépen nézett ki. És ugye az óriás farkas azért kicsit csalóka, mert lehet, hogy a Földön valahelyett igazából egyik legnagyobb kutyaféle volt, de nem volt sokkal nagyobb, mint a mai szürke farkas. Igazából egy másfél, 1,5 méter, 1,6 méter hosszúra nőtt az óriás farkas, és 50-110 kg testtömegű volt, szóval az egy nagy volt, nagyobb volt, mint a mai szürke farkas, amely a legközelebbi mai rokona is, de még mindig nem volt olyan, nem volt sokkal nagyobb, azért még mindig brutális. Igazából az életmódjában annyi az érdekesség még, hogy ugye ez az állat hatalmas falkák, valószínűleg hatalmas falkákba vadászott, és rengeteg amúgy fosszília maradt ránk. Amerikában található, most nem tudom mi is a pontos neve, de a labréjákát rengödrökben több ezer, sőt, hát több ezer fosszília került elő, és mind több ezer rengeteg került elő, így elég jól ismerjük az állatfajt. És valószínűleg elég nagy falkákban vadászhatott a jégkorszakbeli különféle nagy növényevőkre, mint például esetlegesen a ilyen sztyeppei bölényekre, vagy valami olyasmikra. Esetleg, hát mamutokat nem tartom valószínűleg, hogy vadászott olyanokra, viszont amerikai őslovakra. Én tudom, hogy hozzád, de így nagyon közel áll ez a téma. Nem Ez kéne az ennyit ilyen beszélni róla? ős állatok, de nem, hanem hogy azt nem értem, hogy ezek, akik ugye ezt kutatják, nincs jobb dolguk, mármint hogy úgy őszintén meg, hogy erre ennyi pénzt költeni, hogy a múltat kutassák azért. Hát de Nekem fura. tudom, ez fura, én szerettem. De ez azért van, mert kíváncsiak, mert az amúgy nem hasztalan. Mivel ez a paleontológia az nem csak a múltat mutatja, hanem esetleg a jövőt is megmutathatja. Miért? Hogy mik történtek a Földben és mire lehet számítani. Meg az különféle faunák meg ökoszisztémák változásai hatással lehetnek a jövőre. Olyan információkat tudhatunk meg, ami segíthet abban, hogy túléljük a jövőt. Na mindegy. Meg igazából szerintem nem biztos, de óriás lajhárokra is varázhattak a bázzal kevesebb sikerre. Amúgy a pleisztocén, késő pleisztocén korra holocén korszakokban volt jelen amúgy a Földön. Minden ebben van jelen, csak ez a kettő létezik. Hát a pleisztocén az elmúlt, hát egy ilyen 2,5 millió éve kezdődött, és hát 11.900 éve végződött körülbelül, a holocén meg, amiben most élünk.
Ugye 11.900 éve már. Ez a legfiatalabb korszak és legkisebb is. De szóval ilyen 125 ezer és 9500 évvel ezelőtt élt Peter Észak-Amerikában. már nagyon elhúzzuk ezt az Nem egész. baj, beszélek még róla. Igazából, és ugye a jégkorszak végével tűnt el, mint sok más nagyon szép és gyönyörű, nagyon nagy, gyönyörű és szép állatfaj. Mint például... Fogja unni, aki ezt nézi. Na mindegy. Hát kicsit hosszabb amúgy ez az adás, mint az előző. Szerintem úgy ennyi az óriás farkasról, meg nagyon szép. Na, és akkor, ahogy az előző medvésnél is csináltuk, most is lesz egy top 10 lista. Nem Brumi, még. neked be, mondjad el a top 10-et, hogyha tudsz mondani. Top 10-et. A Nem. kihalt állatokat nem rakjuk bele. Na, jó. Akkor az óriás farkas lenne Akkor nálam az lehet első. kutya Na, mondjad. félék, ugye? Tessék? Ja, kutyafélekből, Hát igen, a jó. mai élők közül. Mutatsz alfajt, nemzetség, hát igen, Na. fajokat. Na. Nekem Mondjad. ugye. Első az a vörös róka. Na. Igen. Második az a sarki róka. Igen. Harmadik, az szerintem úgy a hivatagi róka. Róka párti vagy mi? Na, azt Igen, mondtad. negyedik afgán róka. Ötödik erhely. Ötödik helyzet, igen, mondjad, csak nem mindig, mondjad. Ötödik erdei kutya, hatodik afrikai vadkutya, hetedik ázsiai vadkutya, nyolcadik kisfű kutya, és úgy, na várjál, És egy nagy nyers kutya. kilencedik nyest Na, kutya, köszönöm. és tizedik a sörényes farkas, azt nem csípom. Na, még mindig szép. Ha. Ahogy nem tudom, én valamikor a sörényes farkas helyett azt akarom mondani, hogy erszényes farkas. De az erszényes farkas teljesen más állat. Nem is farkas. Meg van a tasmán tigris neve is. Az is csak, már nem tigris, hanem egy erszényes állatról beszélünk. Egy kicsit kutyaszerű erszényesről. Az én top 10 listán, hát kezdjük. Az első nálam a nyest kutya, egyértelműen. A második az a új-guineai éneklő kutya, az is nagyon szép, nem tudom, az gyönyörű. A harmadik a kisfülű kutya. A negyedik az szerintem a sörényes farkas. Az ötödik, vagy nem, a negyedik, srácok, a negyedik az a vörös farkas, vagy mi az volt a vörös farkas. Az ötödik a sörényes farkas, a hatodik az őserdei kutya, vagy erdei kutya, a hetedik a rákászróka, a nyolcadik a igazi pomparóka, a kilencedik a szumátrai vadkutya, vagy az ázsiai vadkutyának alfaja. A kilencedik az legyen mondjuk a afrikai vadkutya. És Az nagyon jó. a tizedik az meg legyen a lapát, vagy nem, a tizedik az meg a szürke róka. A tizenegyedik lenne meg a lapát fogyók, hogy valami olyasmi. De tovább nem megyek, mert legutóbb a medvefélőknél sokat mondtam. Na mindegy. Na. Szerintem amúgy ez a podcast ennyi lett volna. Hát kicsit. Hát ez ilyen egy órával lett kb. Hosszabb, mint az előző, vagy többen. Vagy talán kevesebb, most nem tudom igazából. Most a kutyaféléket beszéltük ki. Brumival, szépen. Igazából most örülhetek, mert megcsináltam ezt is. Az előzőt is épp elég hosszú idő volt megcsinálni. Juhi, még nem baj. Brumi, még valami összegzést a kutyafélékről? Szépen.
Köszönjük a értelmes hozzászólást, szerintem is nagyon szépek. Nem egy medvefélék, vagy nem olyanok, mint a medvefélék. Nem egy medvefélék, hát nem Igen. egy. Na, nem egy medve, de a kutya Meg nem az... is félék. A kutyák azok szépek. Szerintem is tökre, hát egyediek, mint a medvéknél is láthatóak az egyediségek. Itt is láthatóak, elég sok különböző fajaik, meg minden van. Szerintem eléggé különlegesek, meg kinézetre is nagyon szépek. Szóval, srácok, szerintem ez a podcast ennyi lett volna. Spoiler alert! A következőben valószínűleg a macskafélekről fogunk beszélni. Nem biztos, de ez csak egy kis tízerként itt hagyom. Na mindegy. Igazából szerintem, mondom, az ennyi lett volna igazából. Ha tetszett, és tudtatok meg új információkat a kutyafélékről, akkor iratkozzatok fel, és dobjatok egy lájkot, valamint nyomjátok meg a csengőt, hogy nem maradjatok le az új tartalmakról. Kommenteljétek a véleményeteket. Nem. Aha, hát hogyha kommentet írtok, vagy igazából írjátok a kommentbe a titok top 10 kedvenc kutyafélétek, hogyha van. Mert amúgy, hogyha én az ősi állatfajokat is beleraktam volna, mondjuk az ősi kutyaféléket, akkor szerintem az óriás farkas lenne nálam az első. Na mindegy. Igazából találkozunk a következő hasonló, vagy más jellegű őslényes, vagy nem tudom milyen videóban. Na, addig is csőztök! Hello.